Három, nem, két hónapon keresztül három négyzet mérföldnyi területet kézzel kellett, hát úgymond, a filmre rendbe hozni, a sivatagban. Kézzel. Ez itt nem lett jól kifejezetten jól prezentálva, főleg szerintem a második felében, de azt, hogy ez, 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 ez könyvben miért tudott olyan jól működni, meg hogy miért lehet majd annyira jó a vilnő film, azt így most már csak ez a film át tudta adni, hogy ez miért lehet, miért tud nagyon jól lenni a narrációval nem azt pótolta, ami a filmnek a hiányossága, ami nekem azt üzeni, hogy ő nem jött rá, hogy mi a filmnek a hiányossága. Ez mint amikor, mint amikor valami alkatrész hiányzik, és akkor begyömjük valami mással, hogy mit tudom én, micsoda. Hát így, de csak azért lenne itt, hogy megismerjük a... Ah, a... vd 40 Igen, a... <laughs> ja, összeragasztjuk vd 40 nel és megolajozzuk szikszalakkal nagyjából. Így A filmben a világépítés, mint olyan, az nem létezik. A castingjával az új én is nagyjából tisztában vagyok, és úgy nézegetni, hogy annó az ugyanarra a karaktere milyen színészeket választottak, az egy nagy élmény volt látni, hogy amúgy igazából, meglepően hasonló az eredménye. Viszont a féd ugyanúgy gyűlöli a polt. Tehát, Igen. Tehát az viszont benne van, hogy a pol és a fade egymásra, néznek a végén, és így ha, my ars De hogy itt miért bazd meg? hát igen, miért? Most azért, mert ő énekes, meg nem. Emberek mennek, a kezükkel pisztolyt élet mutatnak, és így piu, 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 És piu, 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 Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 110. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Gergő. Sziasztok! És Black Sheep is itt van közöttünk. Sziasztok! Előző adásban is, és jó pár korábbi adásunkban is már hallhattátok Black Sheep hangját. Aki esetleg nem tudná, akkor őt amúgy a Filmbarátok Podcastben is hallhatjátok de nagy valószínűséggel azért van komoly átfedés a két podcast hallgató bázisa között. Legalábbis ezt gyanítom. És ezúttal e, egy elemzőadással érkeztünk, nem egy széria kibeszélővel, hanem egy szemfilmnek az elemzéséről. Méghozzá a 1984-es hát David Lynch féle dűnéről. Igen, e, arról a dűnéről. Arról a dűnéről. A, amiről senki se szeret beszélni. E, egyrészt senki se szeret beszélni. Másrészt most viszont azért szerintem biztos mások is elővették a filmet annak az apropóján, hogy körülbelül egy hónap múlva a moziba kerül egy film azonos címmel, amikhez azért nem kis elvárások vannak. Annó Gergővel az adásban elmondtuk, hogy idén már pedig Dűnét várjuk a legjobban. Beálltuk Akkor vegyetek be engem is, vagy írjatok fel engem is. Igen. igen, beállt mindenki a sorba, nem véletlenül, tehát Denis Vilnő Dűnét fog rendezni, rendezett és elkészült, és már csak igazából arra vár, hogy megnézzük. És már forgatja a másodikat, vagy hamarosan forgatni Te kezdő reméljeg, a másodikat? Igen, igen, vagy jövőre. Reméljük, hogy tavasszal már ja, forog igen, a második igen. film. Uh, úgyhogy ennek apropóján elővettük ezt a klasszikust, uh, filmeposzt, hogy beszéljünk róla. És ugye Black Sheep-et részben azért is hívtak meg ebbe az adásba, mert ugye annól készített egy videót, egy másik film. ami ugye mind a mai napig nem készült el, a Jodorovszkinak a dűnéjéről. ez igen. majd ott lesz a leírásban a link a videóhoz, mert azt nagyon ajánlom megsípnek azt a videóját. Az azon nagyon kevés videóim egyike, amit még én is ajánlok egyébként, mert mai napig büszke vagyok arra a videóra. Igen, ez nem a... sok munkábra mondható el egyébként. Igen, ezt az... én is azt mondom, hogy az a munkádnak egyik csúcsa volt. Köszönöm szépen. Szerintem is marha. Igen, az egyetlen... volt. Köszönöm. Az egyetlen negatív hozadéka úgymond annak a videónak az volt, hogy most azóta sokan azt gondolják, hogy én nagyon szeretem a lincsféle dűnét. Úgyhogy most ezért is vagyok itt, hogy akkor ezt tegyük már tisztába, hogy hogy van pontosan... Most kezdek megnyugodni, mert én <laughs> akkor azt hittem, hogy háborúzni fogunk, hogyha te annyira szereted a... ezt a filmet. Nem. Tehát az a videó az nem a lincs dűnéjének szólt. Igen, tehát majd, de akkor szerintem én is bele fogok illenni, eleszkedni egy pont jó helyre itt a beszélgetésben. De ugye még mielőtt magáról a filmről elkezdenénk beszélni, azért ennek volt a filmnek egy nagyon érdekes elő- és utóélete, amiről én most konkrétumokat nem tudok, mert direkt nem néztem utána, mert Black Sheep-et bíztam meg ezzel a feladattal. Mondván, kiszervezted hogy a munkát a külsősnek. Egyrészt kiszerveztem a munkát a külsősnek, meg szimplán a, alapvetően a, pont az a dűnés videód miatt gondoltam, hogy alapvetően jártasabb vagy a témában, és otthonosabban mozogsz. Na ezt mondom. Ebben a környezetben. <laughs> ezt mondtam az előbb, hogy mindenki azt gondolja, hogy én ennyire értek a lincses dűnéhez. Nem. Tehát a akkor dűne... majd most megtanultad. Így van, így van. Egyébként elvégeztem a házi feladatot, tehát ezzel nem volt be, és nem bántam, mert egyébként úgy, úgy, úgy voltam vele, hogy igazából miért ne nézhetném meg, mert most lehet mondani jót-rosszat erről a filmről, az biztos, hogy ez egy nagyon egyedi film, de majd beszélünk róla. És valóban egyébként az elkészítési, elkészítésének a háttere az nagyon hányattatott volt. De én nem nagyon tudtam erről semmit. Öm, én, annyit én annyit tudtam mindig, hogy elvileg nincs kész ez a film, meg hogy igen. Lynch letagadja, meg hogy itt volt sok baj. Tehát ez a Lynch három nincs. gondolatmenet. Igen. Lynch, ami, ami nincs. Volt. Így van. Nagyon, akkor, nagyon erős lincs hangulat uralkodott a forgatás. Igen, Potter, hát lincs, ami az... lesz. <laughs> ja. ö, nem, egyébként ez se igaz, mert a forgatáson nem volt ö, probléma, utána voltak, vagyis hát nem volt érezhető a probléma, utána voltak problémák, ö, de, de akkor elmondom, hogy mi volt, tehát ugye a 1984-es filmről beszélünk, ugye ezt el kell helyezni azért, tehát egy science fiction epos, egy olyan regényből, amit a mai napig megfilmesíthetetlennek tartanak, hát meg most kiderül, hogy a, a Vilnöv tudott -e ezzel valamit kezdeni, állítólag amennyire én igyekszem távol tartani magam az új dűnétől, amennyire lehet, de azért én is belefutottam egy-két infóba, meg majd pár dologra azért kitérnék így, a, ahogy a filmről beszélünk, amiket így olvasgattam mostanában, hogy állítólag nem lett rossz az új dűne, de azért azt se látom, hogy nagyon mindenki elájulna tőle, de nem baj, ettől függetlenül persze még, még simán Simán be, be, benne van egy ö, mestermű lehetősége szerintem. Ö, reméljük, hogy azért jobban fog sikerülni, mint ez a film. Ugyanis. Tehát a, fi, a, a könyvet azt a mai napig megfilmesíthetetlennek tartják. Ugye készült ez a 84-es dűne. Előtte lett volna ugye a Jodorovszkinak a 75-ös. több mint 12 órás LSD filmje a dűnéből, amit én. Ö, én nagyon, nagyon sok végtagom van, amit fel, feláldoznék azért, hogy megnézhessem azt a filmet, de de az, az soha nem fog elkészülni. Ha valakit érdekel, akkor amit Lehel is mondott, azt a videót nyugodtan nézzék meg, amit csináltam róla. Egy elképesztő történet. Tehát az, hogy, hogy egyáltalán felmerült a lehetőség egy ilyen filmre a 70-es évek közepén, tehát a Star Wars előtt. Történt mindez, amikor még nem történt meg az a science fiction forradalom, amit az Egy új remény behozott. Hihetetlen sztori, tényleg, és egy hihetetlen film ígérete van a háttérben, ami lehet, hogy egyébként borzalmas és nézhetetlen lett volna, de mindenképpen egy olyan film lett volna, ami, ami valószínűleg örökre fennmarad az emlékezetben. Hát a 84-es Dűne az pedig ugye már a Star wars -ok után készült, Pontosabban az, utolsó Star Wars alatt valahogy 83 körül készíthették. Tehát igazából itt az időzítés se volt szerintem teljes mértékben szerencsés, mert az a fajta történetmesélés és vizuális előadás mód, amit a dűne, már mint a film képvisel, azt a Star Wars-on edződött közönségnek már nehezebben megy le a torkán szerintem. Mint, mint, egy Star Wars előtti közönségnek. E, és egyébként, na mindegy, erre majd később visszatérünk, hogy a film miért lett kultfilm, mert, mert arról szerintem nem lehet vitatkozni, hogy ez egy kultfilm lett, e, viszont ez egy rohat nehezen megszülető kultfilm volt, e, vagyis hát kultfilm lett, vagy hogy mondjam, e, tehát ez egy rohadt drága film volt. Körülbelül Angolba 40... a passzív szerkezettel fejezted volna ezt most ki. Igen. E, tehát ez egy rohadt drága film volt. Ez a ma, ma, már nem látszik rajta, de ez a film, illetve szerintem akkor sem nagyon látszott rajta, ez a film drágább volt, mint akármelyik Star Wars. Tehát bármelyik Star Warsnál drágább volt, ami addig készült, és hát szerintem tized annyira se néz ki jól, mint mondjuk a Jedi visszatér, ami egy évvel korábbi. Azért volt rohadt drága, mert egyrészt egy irgalmatlanul nagy méretű stábot ö, toboroztak össze. Több mint 1700 ember dolgozott rajta, hogyha hihetünk a, az innen-onnan összeszedett triviáknak, illetve információknak. 80 díszletet építettek a filmhez, 80-at. Mondjuk egyébként azt meg kell hagyni, a díszletek mocsok jól néznek ki a filmbe, de ezekre majd úgy is kitérünk. Ö, rengeteg jelmez, rengeteg statiszta, és, és olvastam egy ilyet, hogy Mexikóba forgatták a filmet, a sivatagban, és három, nem, két hónapon keresztül három négyzet mérföldnyi területet kézzel kellett, hát úgymond a filmre rendbehozni, a sivatagban. Kézzel. Tehát két hónapon keresztül a sivatagot söprögették ehhez a filmhez, ami, ami valahol felfoghatatlan. Még itt fölírtam egy olyat magamnak, hogy négyszer olyan drága volt, mint az E.T., egyébként. Hű, Mondjuk. Boker. Igen. <laughs> 40 millió dollárból készült, és 30 millió dollárt keresett, úgyhogy mindenképpen egy nagy bukásnak lehet elkönyvelni. akkoriban azt mondogatták, hogy ez a, a Mennyország kapuja csak science fiction. fictionben. A Mennyország kapuja az, egy, az a szarvasvadász rendezőjének a filmje, ami ami a, talán az egyik legnagyobb bukás, vagy talán a legnagyobb bukás a film történetben, az is 40 millió dollárból készült, és az 1 millió dollárt hozott össze. Úristen! Tehát az, de, de, de ebből a szempontból nem, de ez nem akkora bukás. Tehát azért a 40 millióból 30 millió, az nyilván a matek az matek, tehát ez nem akkora bukás, viszont abból a szempontból hasonló, hogy ez a film is, akárcsak a Mennyország kapuja, egy nagyon egyedi, nagyon szerzői filmrendezőnek az első, és egyébként jelen esetben mindez idáig egyetlen nagyköltségvetésű költségvetésű filmje, ugye jelen esetben David Lynchről van szó, aki egy, akinél jobban szerintem senki nem gyűlöli ezt a filmet egyébként. Tehát Lynch az szívből utálja ezt a filmet, és nem, nem hajlandó beszélni róla semmilyen interjúban. Úgyhogy nagyon komoly problémák voltak a forgatáson a rendező és a producer között. Ez volt a fő probléma. Volt egy Dino De Laurentis nevű producer, aki ö, állítólag egy nagyon erős jellemű, nagyon erős akaratú ember volt. Ö, nagyon erős karakter, nagyon ö, erős meggyőző képességgel. Hát igazából az ilyenek szoktak produ a produceri, jó, az ilyenek szoktak hatásos producerek lenni illetve uh, az ilyenekből szoktak kinőni ezek a tipikus producerek, ő mindent ellenőrzött a forgatáson, és uh, az volt a célja, hogy ellentétben Lincs-el, hogy ez egy könnyen eladható film. Ugye, nyilván ő egy producer volt, tehát érthető, hogy ez volt a célja, de ő, ő folyamatosan uh, betett Lincsnek, aki pedig egy, uh, egy nagyon dárkos, nagyon sötét, nagyon. Uh, nagyon nem közönségbarát filmet akar csinálni ebből a sztoriból. És ezt a producer ugye hát ettől megijedt, hiszen hát ezt egy ilyet nem lehet eladni, és folyamatosan elvette az irányítás lynch abszolút nem kapott a rendező szabadkezet, és, és, ezért egy ilyen furcsa felemás valami lett, mert, mert egyszerre benne vannak azért a lincses dolgok, tehát azért azt nem lehet letagadni, hogy van a rendezőből bőven ebben a filmben, de közben érződik rajta, hogy hogy pórázon volt tartva, és ez egy olyan filmkészítőnél, mint David Lynch, ez ez nem sülhet el jól, hogyha pórázra tartott. Tehát őt szabadon kell engedni, mert ő pontosan tudja, hogy mit akar. És ezt ugye ő azért a következő pár, pár filmjével bebizonyította. Hát itt a dűnénél ez sajnos nem sikerült, de nyilván itt egy olyan olyan pénzösszegről volt szó, aminél ezt, ezt nem merték bevállalni. Egyébként a 40 millió dollár, amiben a film, amiben a film került, az ha nagyjából átszámoljuk az ö, figyelembe véve ugye a, a inflációt. az inflációt, ez körülbelül 100 millió dollár ma. Aha. Tehát emlékszünk, mikor volt utoljára ilyen, pár éve a szárnyas lesz. Mi történt? Megbukott. Tehát, tehát valószínűleg azért a producerek érezték, hogy, hogy ez, ez, nem lesz így jó. Ö, Úgyhogy ez, ez volt igazából a fő probléma, de maga, maga a helyszín se volt túl hálás a, a forgatáshoz. Ugye mexikói sivatagról beszélünk, folyamatosak voltak ugye a viharok, a smog, és ilyen elektromos rövid voltak állandóan. Tehát, a, tehát az összes berendezés folyamatosan beszart tulajdonképpen. Ilyen, be kellett szerezni egy csomó generátort, hogy, hogy áramkimaradás esetén azokkal tudjanak valamit forgatni. Folyamatos betegségek voltak, a kaját az gyakorlatilag nem lehetett megenni, amit ott kaptak, mert az, ottani, mert az amerikai forgatócsoport tagjainak a gyomra az nem volt fölkészítve arra, az ét, arra a fajta ételre, amit ugye Mexikóban kaptak, és így Amerikából kellett folyamatosan importálniuk azt az ételt, amit nap, mint nap ettek. Tehát ez se lehetett egyszerű, és emellé a mexikói vámmal is meg kellett küzdeniük, ami annyira korrupt és bürokráciában úszó volt, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudtak hozzájutni a leveleikhez és a csomagjaikhoz, hanem meg kellett vesztegetniük a vámosokat, hogyha mondjuk ők kaptak egy levelet, és azt át akarták venni, mert nem adtak oda semmit. Úgyhogy nem volt egyszerű, emellett volt ez, van ez a betegség, ez eredeti nyelvén Montezuma's Revenge. Ez egy vírus, ez a neve, szép, kellemes név. Ez egy ilyen gyomorbetegség, amitől ilyen, ilyen, folyamatos hasfájás, és hát bocsánat, de fosás van, van rajta az emberen. Na ez így, a, ez így, átment nagyjából a stábon, itt 1700 emberről beszélünk még egyszer és ez így nagyjából végigpusztította azt az 1700 embert, és végig kínoszta. Emellett sok volt a baleset, például Francisco Ennis, ez egyébként ezeket az infokat egy interjúban találta, meg a nagy részét, nem mindet, amit a Francisco Ennis, aki a Jessica-t játsza, az ő, ő vele csinált egy interjút pár éve, nem, 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 is pár éve, azt hiszem tavaly, a lánya, a saját lánya, és ő mesélte erről, hogy például ő egy gáztűzhelyet helyett így főzés közben sikerült felrobbantania, ami hát csoda, hogy egyáltalán túlélte, de konkrétan leégett a haja, ami hát abból a szempontból majdnem szerencsés volt, hogy ugye ő a film felében kopasz egyébként is, de ez nem sokat segített ott és akkor, és emiatt is állnia kellett a forgatásnak. És, és, és rengeteg volt a bogár, tehát konkrétan egy csótány invázió közepén forgatták a filmet. Istenem, Mi a Olvastam el? egy ilyet, hogy a, hogy a David Lynch annyira félt a bogaraktól, hogy, illetve a víztől, mert ugye a vízben is benne voltak ezek a dögök, hogy zuhanyzás közben folyamatosan vodkát tartott a szájában, hogy ha ne adj Isten véletlen víz kerülne a szájába, akkor az azonnal fertőtlenítse. Jó, De, Úristen. Hogy, hogy ez, ilyen szituációkban forgatták ezt a filmet, nagyon-nagyon elkeseredett meló volt. Ö, nagyon megszenvedték, és mindezek után a Lynch nem kapott végső vágásra jogot, tehát a filmből nincs rendezői változat. Egy extended cut létezik, ami azt hiszem majdnem három órás, amit ki is adtak talán DVD-n itt-ott itt -ott fellelhető, rengeteg jelenetet ki kellett vágni, ugye azt, a, azt az utasítást kapta Lynch, hogy ő, vág, tehát ő vágta a moziverziót, elvileg egy négy órás nyers Vágása van a filmnek, és abból ő vágta a mozi változatot, ami 2 óra 17 perc, és pontosan ennyi, ekkora host engedtek meg neki. Tehát ő kimakszolta a, azt a host, amit kapott, de így is egyébként ö, olyan jelenetek kerültek ki a filmből, ö, van egy gyűjtemény az a neten a filmből kivágott jelenetekből, Némelyik, jó, némelyik érthető, hogy kimaradt, de vannak olyanok, amik létfontosságúak lennének. Tehát szerintem van nagyon sok, legalább három-négy, ami, amit nem szabadott volna kivágni ebből a filmből, mert uh, alapvetően a karaktereket mélyítik, történetszálakat zárnak le, uh, fordulatokat tartalmaznak, illetve uh, illetve főleg a film elején az expozíciót egy kicsit, kicsit segítik. Uh, úgyhogy igazából. Igazából ő nem kapott rendezői változatra ö, jogot, és egyébként ma már valószínűleg megcsinálhatná, főleg mostanában, amikor már mindennek rendezői változata van. Ö, már ugye most ez az új divat, hogy mindenből kérjük a Snyder-katot, meg az IR-katot, meg nem tudom milyen katot. De nem a Lynch mondta, hogy nem hajlandó, meg nem is akar ö, rendezői változatot csinálni, mert annyira rossz élmény volt neki a dűne elfogadtatása mert hogy ugye a filmet kifújolták, és, és, a bemutatásakor ez, ez egy nagyon negatív kritikákat kapó film volt, hogy ez neki annyira rosszul esett, hogy ennyi munkát belerakott, és tényleg nem kapta meg a szabad kezet, és nem kapta meg érte az elismeréseket sem, hogy, hogy túl fájdalmas lenne neki újra foglalkozni ezzel a filmmel. Valószínűleg ezért nem akar beszélni se róla, mert csak fölhúzná magát rajta. Úgyhogy igazából ez volt a dűne keletkezése, nem egy sikersztori. Azt azért hozzá kell tenni, vagy, vagy hogy mondjam, ez talán így érződik. Üm, hát igazából annyi, hogy, hogy, azért, azért nagyon, nagyon sokszor kiadták a filmet, és lett is kult Tehát talán hosszú távon ez azért szerintem nem volt egy akkora bukás. Tehát ez olyasmi, mint a, a Remény Rabjai például, ami szintén ugye megbukott a mozikban, de, később azért videón, DVD-n, tévés vetítésekben azért szép siker lett, és ugye annak is kulcs státusza lett. Úgyhogy a dűne is valami ilyesmi, én azt hiszem, hogy azért hosszú távon ez a film úgymond megszolgálta ezt a rengeteg, vagy hát nem is az, hogy megszolgálta, de visszafizette azt a rengeteg beleölt munkát és energiát és pénzt, de az biztos, hogy ez ott és akkor egy irgalmatlanul nagy bukás volt, és egy igazi ilyen nehéz, nehéz születés Úgyhogy én, én körülbelül ennyit írtam össze. Hát uh, igen, ez részben tehát érződik a filmen jó értelemben is, hogy itt ez nem csak úgy egy hip-hop valami volt, hanem uh, ezért tényleg ebbe volt anyag. Igen, ezt, azt nem mondtam, hogy elég sokáig is forgatták, tehát nem, ez nem egy két-három hónapos forgatás volt, hanem itt, itt, itt ilyen majdnem egy évről beszélünk. Igen, és akkor ugye, hogy mondtam, uh, most adásba vagy adásra, már nem emlékszem. De ugye, hogy én most láttam ezt a filmet először, könyvet még nem olvastam, tehát nekem ez volt így a dűnével az első élményem, és ugye olyan szempontból mindenképp jó volt, és azt a film, igazából a filmnek az érdemére tudom írni, hogy azt jól láthatta nekem, hogy igazából most már látom, hogy ez miért egy jó sztori. Uh -huh. Ez itt nem lett jól, kifejezetten jól prezentálva, főleg szerintem a második felében. Igen de azt, hogy ez ez, 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 könyvben miért tudott olyan jól működni, meg hogy miért lehet majd annyira jó a Vilnő film, azt így most már csak ez a film át tudta adni, hogy ez miért, lehet, miért tud nagyon jó lenni. Ez a sztori. Igazából a film az annyiból uh, annyiból, tehát vannak a filmnek, én, én nem kedvelem túlzottan ezt a filmet, de vannak dolgai, amiket nagyon szeretek, és van sok olyan részlete, amit nagyon elismerek. És azt nem lehet elvitatni, hogy ilyen filmet még egyet nem látsz. Nincs még egy ilyen film. Vannak hasonlók, de ilyen költségvetésben, ilyen science fiction nem csináltak többet. Tehát a dűnéből ez az egy van. Még csak hasonló se készült. Úgyhogy ebből a szempontból, tehát és erre, erre céloztam az előbb, hogy szerintem ez a film azért lett kultikus, mert nem csináltak nincs, jobban. Nincs másik. Nincs másik. Mert, hogyha csin mert, ez a film azért lett kultikus, mert megbukott. Ha ez a film nem bukik meg, és sikeres lesz, és csinálnak, mert ja, egyébként azt nem mondtam, hogy a David Lynch már írta egyébként a forgatás után a második részt, tehát ő meg akarta csinálni a, a folytatást is. És ha ez a film sikeres, és elkészül a folytatás, és aztán készül egy csomó hasonló science fiction, hasonló stílusban, amik valószínűleg jobban csinálták volna, akkor ez a film nem lenne kultikus, akkor azok lennének kultikusak. Tehát gyakorlatilag szerintem ez egy ilyen. Ez egy ilyen ön, Mint a filmben ez egy önmagát beteljesítő jóslat gyakorlatilag. Igen. És akkor igazából bele is mehetünk a film be kezdésébe, ami már e, e, ugye egy narrációval indul, vagyis nem is amit... egy narrációval, hanem egy ilyen egy hölgy e, beszél a kamerába. ami, Igen, Amit elég... utólag vettek föl, mert a. Ja, voltak utóforgatások, azt nem említettem. Mert hát Azok hogy, már nincs nélkül, gondolom. Azt nem tudom, hogy nincs nélkül el, valószínűleg, de hogy állítólag próbálták kicsit befogadhatóbbá tenni a, a filmet. Sőt, olyat olvastam egyébként, hogy az első közönségnek ilyen, ilyen mint a videojátékoknak vannak a kis füzetei, tudod. Igen. Olyan, olyan kis könyveket osztogattak a moziba belépés előtt, hogy átolvasgassák, és abban le volt írva, hogy ki kicsoda, hogy melyik bolygó micsoda, hogy mi az alapsztori, ilyenek. <laughs> Tehát, hogy effektíve ilyen, ilyen, kis segédletet osztogattak, mert olyan szinten nem bíztak a, a filmben magában, hogy ezt tudják hát a történetét. És ez, ez a bevezető, amit a, a, Korinó hercegnő, most az Irulan, igen, igen, Irulan Korinó, ad elő, aki egyébként a filmben szerintem nem is nagyon szerepel, csak a legvégén. Azt hiszem kétszer tűnik fel, a, egyszer Kétsz, a legelején, amikor, a, amikor kezdődik az egész, ezt a meg a legvégén. Igen, de a regényben egy, már az elsőben is egy sokkal fontosabb karakter, bár ez nagyon sok szereplőről elmondható a filmben, és a regényben is ő a... a regény úgy néz ki, hogy minden fejezet elején van egy kis idézet, ami legtöbbször ettől az Irulántól van, aki a későbbi regényekben egyébként ő egy ilyen, pro, hát ilyen hogy mondják ezt, aki, aki megírja a történetet. Tehát, hogy ő, ő, ezt a szerepet tölti majd be, hogy lejegyzi, hogy mik történtek, és hogy éppen jelenleg mi, mi történik, és ő egy ilyen, egy ilyen írnok lesz, aki, aki kiad egy-két ilyen, egy -két ilyen könyvet, és akkor azokból vannak idézetek. Tehát ez mondjuk, hogy az Irulan meséli a sztorit az elején, ez azért valamennyire könyvhűnek mondható. Igen, de különben a, magában a a Düne könyvben is ez, hogy a fejezetek így kezdődnek, ez ilyen klasszikus skifiregényes húzás, tehát most csak arra Igen. gondolunk, hogy alapítvány már annál is az enciklopédia Galaktikával szoktak kezdődni a, a fejezetek meg, meg hasonló. Tehát ez, ez teljesen jó. Aztán, hogy a, a filmben ö, azt a faktort, hogy magyarázással kell megmenteni azt, amit filmnyelven, amit különben tagadok, ö, nem sikerült elmesélni, az olyan, hogy a halottnak a csók. Ö, Sőt, a film az tovább megy, és uh, nem, csak a nem csak, magyaráz, ja, de igen. konkrétan gondolatokat olvastat föl a színészet. Igen, tehát nem, nem, igen, nem narráció igen. van, hanem tehát ilyen, tényleg az, hogy több, mondtad, több frontos hogy elmondják, narráció. Hogy... igen, tehát egy, tehát mondjam, tehát narrációnak ez itt túl furán volt használva, hogy ezt annak hívjam, tehát ez tényleg hmm. az történt, hogy itt, amit épp adott helyzetben valaki gondolt, akkor azt így kimondta igen. hangosan ami szerintem nagyon-nagyon rossz húzás. Tehát a... Főleg, tehát én, én nagyon szeretem ezt a színészgárdát, aki ebben a filmben van. Hát meg, tehát az, hogy az, ennek a színészgárdája tulajdonképpen a 84-ben oda tehető, mint a kényost a 2020-as mellé. Hát nagyjából egyébként, igen. igen. De meg ez olyan, hogy a, valószínűleg a, a, ezek a színészek, akik ebben játszottak, ők a, a lincs miatt jöttek. Tehát csak a... Az izére gondolni a hú, hogy is hívják, aki a Dale Coopert játszott a, a Twin ben a, Igen. Meg Ezenek a... ez a legelső szerepe volt, tehát itt fele, ő, őt, a Igen, tehát feleztet, hogy... fel, ő, ugye ő sok Lynch filmben is benne volt. Igen, azt néztem, és hogy ő, ő például olyan, de meg aztán később, aki itt most mellékszereplő, majd később felbukka, most pont nem tudom a nevét, de hogy egy csomó szereplő van, aki ilyen átívelő, ilyen lincs szereplő lett egy csomó, csomó filmben. Néha olyan, hogy egyikben főszereplő, másikban ilyen, ilyen passzott túl észrevehetetlen mellékszereplő, meg Égen, ilyesmi. Igen. igen, és ők szerintem alapvetően azért van pár nagyon tehetséges színész, és ez, hogy Kimondatják velük a gondolataikat, ez nekem azt hozta át, hogy. pedig közben tudom, hogy a, itt a regényt próbálták valahogy, valahogy megidézni. De Igen, hát hogy, valószínűleg hogy nem. úgy gondolták, hogy ha, ha a regénynek is szabad volt ezt elkövetni, akkor nekünk is szabad. Ez oké. Okay, de, de nem az, hogy nem szabad, hanem hogy akkor ne olyan dolgokat mondjanak ki, amit a színész arcáról tökéletesen le tudsz olvasni. Tehát itt ők. Tehát itt például, amikor a. a Jürgen Proknó, aki nekem egyébként a személyes kedvencem ebbe a filmbe, tehát ő a Léto Atreidesként, ezt nem győzem eléggé hangsúlyozni, zseniális. Az a csávó az, az, az erre a szerepre termet, pedig ő aztán tényleg nagyon sok jó filmbe játszott, Igen. de szenzációs a csávó. És amikor ugye merénylet kísérletet követnek el a Pól ellen, és utána a következő jelenetben ilyen kétségbe esetten néz, és azt hallod narrációként, hogy merényletet követtek el a fiam ellen. Így, tudod, ez, ez egyértelmű, tehát hogy akkor mondjanak valami gondolatot, amit így nem lehet leolvasni egyértelműen az arcáról. Tehát az a hogy nevetséges, és nekem azt hozta át ez az egész, hogy mintha nem bíztak volna a színészekben. Holott lehet, hogy nem ez volt, de így ez jön le a filmből, hogy egyszerűen nem bízott a lincs ezekben a színészekben. Tehát ott volt a, az mondjuk a könyvből van, amikor a, a film másik nagy sztárja, a Max von Sydow, amikor mondja, hogy hogy szimpatikus nekem ez a herceg. És az is például egy az egybe ott van az arcán, hogy akkor mit gondol. Mondjuk ez egyébként így, ahogy van, benne van a regényben is. De, de ezek ilyen tök fölösleges dolgok, amiket itt kimondat a, 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 hát úgymond narrációval. Igen, meg, egy, meg hogy a narrációval nem azt pótolta, ami a filmnek a hiányossága, ami nekem azt üzeni, hogy ő nem jött rá, hogy mi a filmnek a hiányossága. És hát szerintem leginkább az, hogy a, hogy a filmben a világépítés mint olyan az nem létezik. Tehát a... És egyébként most mondanék egy nagyon meredek dolgot, tehát szerintem ez a... És hát végighallgatva, hogy milyen ö, nehéz volt és hányattatott ö, sorsú a készítése, ö, talán nem lesz a leg, legjobb, fejebb dolog tőlem, de azért elmondom, hogy szerintem ez a, ez a film ez nagyjából annyira szar a filmek között, mint, mint amennyire szar a könyv a könyvek között. Tehát ahogy a... Vagy a Frank Herbert nem tudott írni, vagy a, vagy a fordítás során ö, csorbult annyit az eredeti, hogy, hogy, hogy az végül egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen, ilyen borzadája alakult, vagy lehet, hogy ez csak a ponyva műfajból következik, de vagy csak én olvasok olyanokat, amik nagyon nem így vannak megírva, és ezért ö, nekem ez nem tetszik. De hogy ö, még ezzel együtt is a, a könyvben az az élmény, amit én mindig nagyon szeretek dicsérni, amikor valami ehhez hasonló, tehát valami fantasy vagy science fiction nézek, hogy attól még, hogy a, hogy a, történet az csak egy, az egésznek egy limitált részére terjed ki, attól én még érzem, hogy ez egy hatalmas dolog. És főleg egy ilyen film, aminek a felütése olyan, hogy bejön a főcím, és úristen, de király a zene, és stb. stb. hogy egy ilyennél, ami ilyen teatralitással dolgozik, ez nagyon fontos lenne. És hogy ehhez képest a, a filmben... Öm, semmi nincsen elmondva. Tehát nem tudjuk meg a izé Ben azé, baszorkáknak a történetét. Nem tudjuk meg, hogy a, a jóslat, amit, amit fölfedeznek, az valójában micsoda. Hogy, hogy, az, az miért van, és hogy annak mi köze hozzájuk. Nem tudjuk meg, hogy a polnak a neve az mit jelent, meg az ilyen apróságok. Tehát, hogy amikor ő a, felnéz a holdra és meglátja ott azt az egérizét, és utána a, a a Fereneknél feremen, a ő azt választja, azt az forma cuccot, akkor nem mondják el, hogy amúgy van egy olyan kis, kis egérke, kis izé, és ahhoz tartozik egy egész kis mitológia, ami sokkal mm -hmm. színesebb és sokkal kerekebb és nagyobbá tenné az univerzumot, és ami különben a könyvben úgy van leírva, mintha egy logot böngésznék egy ilyen, nem tudom, egy ilyen programnak a logiát, Tehát ott se a legjobb, de ott legalább tök jól el van magyarázva, és ettől sokkal tágabb, és mikor először láttam ezt a filmet, akkor nagyon kicsi voltam, és nem értem, hogy miért nézették meg velem, de uh, akkor az, az egészből nekem annyi maradt meg, hogy valami nagyon hosszú cucc, so, fogalma sincs, hogy mi történik, uh, viszont a, a zene az elég király, uh. és, van, és vannak ilyen nagyon menő pillanatok, amikor fújja a szél a homokot, meg így mennek, és ilyen a, de rohadt jó, és átadja ezt a ezt az ambient érzést, amit lehet, hogy emiatt a film miatt szerettem meg, és ezért szerettem később a Szárnyos Fejvadász 2-t, meg az ilyeneket, szóval ez egy kicsit ilyen ambivalens, de mindegy, és hogy hát amikor nevezek vannak a filmben, akkor az valami brutálisan ö, félremegy. És hogy például ezeket a részeket, amik így nincsenek, tehát ez a ez a sztori nincs, és ami miatt egy csomó minden randomnak érződik, hogy például a történések nagy része az tényleg személytelen történés, és nem egy esemény, az így nem pótlódik, hanem tényleg az, az ütközik ki az egészből, hogy valaki vagy utólag, vagy útközben ráeszmélve, hogy hoppá, itt rossz irányba tartunk, bevezeti ezt a módszert, hogy akkor, ha nem megy képekkel és, és színészekkel, akkor majd menni fog szóval, az így nem sikerül, mert valami mást javít meg, mint ami el van romolva. És ez nekem nagyon nem tetszik benne. Szóval őszintén, Ja, és idén egyébként kétszer láttam ezt a filmet, egyszer valamikor évelején, amikor, amikor másodszorra néztem életemben, tehát kb. tíz évvel azután, hogy először láttam, akkor nagyon brutálisan nem tetszett, most megnéztem még egyszer, azóta elolvastam a könyvet, és még kevésbé tetszett. Szóval így katasztrófa. De akkor neked a könyv, se a könyv az, A könyv az elmegy, tehát a könyv az elmegy, az írásmódja nem tetszik, az időről időre kizökkent, de különben a, az, az, egy komplex, komplett élmény. Mondjuk nekem pont az írásmódja tetszett egyébként, mert annyira egyedi, hogy így, meg, meg, nagyon jó az benne, amit én szeretek a dűnében, hogy a párbeszédek nem egy nézőpontból vannak megírva, hanem mint egy sakjátszma, hogy mindig a, annak a nézőpontjából olvasod, aki éppen mondja az adott mondatot, és így mindig, tehát mindkét félnek a gondolatait megismered egy párbeszéd alatt, és ez tök jó például, a, amik a filmből teljesen kimaradtak a Jessica-nak, meg a Tufir a beszélgetései például. Ja, igen, 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 tényleg. És azok például ez a... nagyon jók. Ezt egyébként később mocsok módon eltúlozzák, tehát a, a későbbi dűneregényekben én ö, négy és felett olvastam el az ötödiket, azt félúton abba hagytam, ilyet ritkán csinálok, de az egy olvashatatlan szar. A, negyedik az még, a, negyedikig még úgy tetszett, de az ötödik az, az kifogott rajtam. Ott már olyan szinten megy, hogy minden egyes mondat után egy fél oldalas magyarázat, hogy ez miért volt. Aztán szóval jön a válasz, és megint fél oldal. Ez ilyen, ilyen felfoghatatlanul kínszenvedős az egész. A későbbiekben pedig már azt csinálja, amit egy, egyébként a, a videómban, amit csináltam, ott egy kicsit csaltam, mert ott azt mondtam, hogy az egész ciklus ilyen, hogy van egy van valami történés, akkor látod annak a kihatását a jövőre, de így az univerzumot tekintve, meg így a, a globális politikát tekintve, meg mindent tekintve, ha valami történik, akkor mindig le van vezetve, hogy ez melyik, melyik fizikai, a fizikai síkon, meg a metafizikai síkon, ez milyen következményeket, meg milyen más történéseket csinál, nagyon komplex az egész. Ez valójában az első részben még annyira nincs jelen, ez inkább a folytatásokban van, és ott szerintem ez nagyon érdekes, én ezt szerettem benne, már az elsőben is van azért itt ott, de ez ez inkább később növi ki magát, és aztán majd ebből lesz az az olvashatatlan hülyeség, hogy tényleg minden mondat után hosszú-hosszú-hosszú sorokban leírha, leírja, hogy ez miért van. És nagyon-nagyon rossz. De nekem ez például tetszik a dűnében, és egyébként én olvastam hasonló könyveket, és egyik se ért föl a dűnéhez. Tehát próbálták sokan ezt az írásmódot átvenni valahogy, és, és uh, nekem itt, itt működött ez egyedül így, hogy tényleg ennyire, mert, mert valahogy az egészet úgy komplexben átlátod, minden karaktert ismered az indítékait, ami egyébként, tehát például mit tudom én mondjuk a trónok harca, ami szerintem szintén sokat merített a dűnéből egyébként, az például ez úgy oldotta meg, hogy ugye ott minden fejezet másnak a nézőpontjából van és akkor ott ugye azoknak a, a karakterét ismered meg a legjobban, akik kaptak külön fejezetet. Itt meg tényleg mindenkinek a karaktere meg van csinálva. Ennél fogva egyébként nagyon uh, nehéz szerintem olvasni. Én most uh, tavaly olvastam el másodszorra a könyvet, amikor még úgy volt, hogy tavaly bemutatják az új filmet, akkor el akartam olvasni újra. És Szomorú én... könycseppek. Amúgy nekem én, is igen, pont ez igen. volt, a, ez volt a sorsom. Nekem megvan az a jó kis régi kiadás, és amikor jött a hír, hogy, hogy jön az új dűne, akkor elővettem, elolvastam az elsőt, jött hogy nem jön a dűne, hogy agyvérzést kaptam, és így félretettem mindkettőt, és akkor most elolvastam mindkettőt. Tehát az, az első felét, a régi kiadásban az első felét, ami összesen hiszem három ilyen nagyobb részletből áll a cucc, és azból az első az, 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 az egyet tartalmaz, a második ja, meg kettőt, és akkor így az első harmadot olvastam úgymond ha. kétszer, és akkor a többit meg egyszer szóval ilyen. Igen, ez érdekes volt a kiadása, mert az első dűne könyv az három nagy fejezet. Igen, igen. A, negyedik, a második dűne könyv az pedig a negyedik fejezet. Tehát Ez, ez, ez egy kicsit fura. Tehát A, negy, a második dűne könyv a dűne siása, azt hiszem. Igen, Igen azt hiszem a dűne a címe. Az konkrétan a negyedik fejezet. Tehát ott igazából az első is lezárja a sztorit, de a második kerekíti ki. Az egyébként még, még nekem nagyon tetszett. Tehát a második könyv az még nagyon jó, a többi az már olyan, hogy inkább fura, mint jó, de legalább nagyon fura. Tehát legalább a furaságot. Úrra maximalizálja. Nekem nagyon nehéz volt másodszorra végig küzdeni magam a dűnén egyébként. Tehát a második olvasásom az nagyon-nagyon nehéz volt. Alig haladtam vele, nehezen vettem rá magam. Valószínűleg azért, mert már tudtam, hogy mi fog történni, és már önmagában maga ez az írásmód valahogy nem fogott meg. Úgyhogy kicsit árnyalódott bennem is egyébként a regénynek a megítélése. Ettől függetlenül én, én továbbra is szeretem és egy nagyon jó könyvnek Ja, igen, tartom. igen, tehát nem akarom végérvényesen lehúzni. Tehát azt, az például én is díjazom, hogy nem tudom, ha lehetek ennyire szakmai, akkor mondjam, hogy a, ez a minden tudó elbeszélő, amit alkalmaz a könyvben, az sokkal jobb, mint a, és sokkal jobban stimmel ehhez a skifis jelleghez, amit az írásmóddal egyébként fölvesz, mint hogyha azt csinálta volna, amit mondtál is, hogy a, mondjuk a trónok harcában, ami a klasszikus fentezis elbeszélésmód, hogy egyik szereplőből a másikba ugrál, és akkor van egy csomó szubjektív nézőpont, és akkor így egy csomó mindent nem ismerünk, és akkor na mindegy, ezt még kihasználjuk, és akkor abból még esetleg ilyen élményfaktor is lesz, tehát az izé, de ennél ez egy sokkal másabb élmény, Ö és ez tök jól keretbe fogja azt, hogy az egész olyan, mint egy ilyen mindenre rátekintő cucc. Tehát a, uh -huh. amikor úgy vezeti fel a fejezetet, hogy már ilyen tudományos jelleggel beidéz valamit egy szintén fiktív könyvből, ami amúgy meg sincs írva, akkor az már, az már teljesen, izé. tehát ez, én bírom az ilyesmit, ezt szép irodalomban is csinálják az ilyen elvetebültebb írók, tehát ez, ilyen, ez is egy ilyen bevett dolog, ez amúgy teljesen valid. Én csak azt nem szeretem, hogy hogy ilyen nagyon, nagyon személytelen az egész. Ez, ez az írásmódból uh -huh. szervesen következik, és um, ettől ilyen, hogy is mondjam, tehát ettől ilyen, ilyen darabos, vagy nem tudom, hát nyilván ez ízlés dolga ez az egész, de speciál olvasni nem volt nehéz. Tehát uh -huh. nekem az volt a jó benne. Először hogy... nekem sem egyébként. Ja, ez lehet, Ezzel hogy mert még egyszer olvasom, és akkor Ennyi. Az belőle, hogy akkor nem jutok a végére soha. Uh -huh. De speciál pont ezt az ellen súlyozta, hogy így tudtam vele így haladni. Így. Na most elolvasok belőle egy egész izét, egy egész ilyen nagy fejezetet, így leülök aztán. Igen, jó hosszú fejezetei van, már mint a négy fejezeten belül vannak alfejezetek. Igen, vagy igen. Vagyis három fejezet, már a negyedik fejezet, az ugye már külön jelent meg, de nagyon hosszú fejezetei vannak, és tényleg nagyon ki van bontva, egy nagyon komplex élményt kapsz, ami tényleg szerintem nem nagyon sikerült másnak. Az is lehet egyébként, hogy csak más hangulatban voltam. Tudom, hogy ezt könnyű felhozni ezt az érvet hogy alapéppen más hangulatban voltam. Mondom, nekem másodszor annyira nem működött, de el fogom még olvasni, biztos vagyok benne, mert, mert, mert tényleg maga a, a karakterei, meg tényleg ez a, ez, a, ez a, rengeteg információ, amit átad, az, 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 nekem nagyon tetszik. Igen, igen. Meg ez az egész sztori, ez a nagy átívelő történet, az a rengeteg ármánykodás, ugye mindkét oldalon. A film ellentétben a könyv az rengeteg időt ad a háttér megismerésének, az összes háznak, mármint a fontosabb házaknak, ugye a Korinónak, az Atreidesnek, a Harkonnennek a megismerésének, az, hogy ott mi a múltban. Hát azt még itt talán konkrétan nem mondják, hogy pontosan mik, mi minden történt a múltban, de nagyon sok mindenre utalnak, és ezek a filmből azért erőteljesen hiányoznak. Igen, olyan szinten erőteljesen, hogy ezt a filmet nem lehet megérteni a könyv nélkül szerintem. Hát, hát a... igen, tehát, Mert lehet mindjárt megmondja. Tehát például az elején akkor ugye megtudjuk, hogy akkor ő a kormányzó vagy, hogy hívták? A császár. a császár. 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 Emperor, igen, igen, az volt, igen. Ö, annak a lánya. Oké. Okay. És csak akkor nyilván következő jelentben, akkor ott ül egy csávó a trónon, ő az Emperor. Oké. Okay. És de akkor lények? bejön. Igen, de és utána, be... de ezt nem mondják ki abban a jelenetben, és bejön egy ilyen nagy felvonulással egy másik lény, akiről abban a jelenetben nem derül ki, hogy akkor most itt. És milyen kibaszott csúnya. Az, egy dolog, Na tehát jó, az... a munka ott az, az világszínvonal, tehát az, az, szerintem a megvalósítása az, az zseniális volt, ja, nem azt az akarom mondani, tehát, csak azt, hogy így magában a sztoriban ott a film elején, ugye megtudjuk, hogy oké, okay, akkor ő kéri, hogy a iktassák ki a, bolt, meg a... Iktassák ki a polt, meg a eszeket, mert ja, oké. Okay, Én nem itt... emlékszem. Nem emlékszem, hogy ez benne volt a könyvben egyébként. Én, én Úgy nekem émlik, hogy. Szerintem nem. nem. Szerintem nem. egyáltalán nem volt de benne. De Szerintem ez egy baromság egyébként, mert ugye itt egy Liga Navigátort látunk. Igen. Akik. De, ez a, de ezt a filmben, ez nem is derült ki, hogy ez Liga nem, Navigátor. Nem, nem, Tehát nem, azt mondom, és hogy itt hát most behoznak egy ilyet, és ott elején, akkor én most összezavarodtam, várjuk akkor. Akkor tehát ő a császár, de akkor ez ki ez itt, aki parancsot ad a császárnak? Tehát, hogy igen, a meg, ő meg, meg a... a császár a legfőbb-főbb, és utána ő kap parancsot egy eztől. Nem, a császár névben a legfőbb-főbb, itt a liga a legfőbb főnök, tehát itt a liga a boss, igen, a regőben igen, is él. a liga a boss, és az a filmben is úgy nagyjából kiderült. A film elég... későbbre kiderült, csak ez itt igen. az elején volt, hogy a, amit korábban Gergő mondott, világépítés, hogy itt már az elején ez olyan volt, hogy egy kicsit felhúztam a szemöldököm, hogy tehát ettől a jelenettől nem lett tisztább a kép, hogy akkor itt most az, mi merre van. <laughs> hát és igen, meg ez... a 5. percnél vagyunk. <laughs> meg, meg, azzal kezdődik, hogy a, a, csaj mintha mondana valamit az elején erről a ligáról, de most pont nem emlékszem, lehet, hogy elmondja, hogy ők ilyen nagyon nagy akár kicsodák, és hogy, hogy tudják hajlítani a te, és amúgy fontos, hogy itt nem fénysebességgel utaznak az űrben, igen. tehát ezt, ezt tudni kell, oké, okay, igen, a dolgot, <laughs> nem baj, de hogy, hogy akkor vannak ezek, akik tudnak teret hajlítani, és azért ők a főnökök, mert ezt kihasználva ők így monopól helyzetben vannak így mindenhez képest, minden téren az egész kibaszott világban. Mert hogy minden, aki, vagy mindenki, és minden, ami űrön és aki űrön keresztül akar menni, ahhoz, vagy nagy távolságot akar megtenni, tehát több mizé, annak ezekhez kell fordulni, a császárnak is. És hogy nekik mivel ők a fűszer miatt izé, és a mutációk, stb. Tehát nagyjából megindokolja, hogy aki feltűnik, az miért ilyen nagyon csúnya, stb. De, de ez az egész rész itt az elején, ez, ez, ez megint nekem nagyon attól bűzlik, hogy ez csak azért van ide rakva, mint amiért az ezt megelőző narráció is, hogy legalább ez mint amikor, mint amikor valami alkatrész hiányzik, és akkor begyömjük valami mással, hogy mit tudom én, micsoda. Hát így, de csak azért lenne <Szalagban>. itt, hogy megismerjük a. Ah, igen, meg tehát. <laughs> ja, a vd meg igen, egy Összeragasztjuk VD40-nél, és megolajozunk szalakkal, gyám. És hogy, hogy legalább legyen a császár, hogy egy csicskis be őt a, az ízé, akárki, és akkor átadtunk egy kis személytelen információt. És akkor most ezzel, mintha megoldottunk volna valamit. De közben nem oldottunk meg vele semmit, sőt, az ember még elkezd gondolkodni rajta, hogy ne, ez most mi a faszér van itt. Meg behozza a. Ize a benjeszíteket, akik így mit, ne, nem tudjuk meg, hogy na, róluk, amúgy így semmit. Tehát a, a narrációból az elején megint volt két szó, hogy ezek így léteznek, hurá, akkor megmutatják őket, hurá! Nevesítik amúgy... őket, hogy tudjuk a képhez kötni, tehát ilyen teljesen ilyen, ilyen mechanikus módon összekötik a, a képet a, a hozzátartozó névvel, hogy legalább ez meglegyen. Amúgy beszélnek, mert nekem itt az elején, tehát az elején ez az információ áradat, így az első mondjuk 10-15 percben az olyan, hogyha 110 ban odafigyelsz, és közben nem jut eszedbe mondjuk az, hogy itt tudom, én bezártam az ajtót, vajon. Igen, hogy vagy éhes vagyok éppen, vagy nem? Igen, mert ha egy ilyen eszedbe jut, akkor onnantól semmit nem fogsz érteni, mert akkor már 1,6 tized nem figyeltél oda, és kész. A, on, annyi idő alatt annyi Lehetően információ maradtál ne? Micsoda? lehet velem ez megtörtént. Ez szerintem sok emberrel megtörtént, amikor először nézte ezt a filmet, mert szerintem ez senki nincs fölkészülve. De azt akartam mondani, hogy itt például nem emlékszem, hogy megemlítették-e például azt, ami később a filmbe, a később biztos nincs említve, hogy a Fédra meg a Paul miért gyűlölik egymást ennyire. Meg hogy a Fédra hogyan kapcsolódik a Harkonnen báróhoz például. Azt, azt megemlítik, is... hogy az a öccse, a Rabannal együtt. Igen, szerintem azt mondják, hogy a, ja, akkor... az elején, szerintem azt mondják, hogy az, mind a ketten az unoka öccsei, de például a bárónak a terve, az Arrakison, az körülbelül egy fél mondatban le van rendezve, hogy, hogy ugye, neki mi volt a Rabannal, meg a Friedrautával a terve. Ja, Ott igen, a, a, igen, a igen. átvétel kapcsán. Tehát ami a könyvben egy rohadt fontos információ, mert emiatt tud a tehát ezzel tudod elhelyezni a Rabant is, a Fidra is, meg majd a Tufir Havatot is később. Tehát, tehát ez, egy, ez egy négy karaktert mozgató dolog, és itt tényleg fél mondatba rendezték le az egészet, ráadásul a film végén. És addig én, én se értettem volna, hogy miért van itt ez a kettő. Például. De például meg, az, hogy a... Meg, ráadásul egy csomó ideig, euh, például azt hiszem a Rabannál, én nem is jöttem rá, euh, hogy az ő... Mármint, hogy elolvastam a könyvet, és aztán most megnéztem a filmet, és akkor na most Jó, már tudom, hogy ő az, aki a, ez a könyvben, és te, hogy ő egy személytelen statisztának tűnik nekem a, a filmben a könyv nélkül. Pedig ez egy fontos azért szereplő. Is, azért is van, mert például Rabán jeleneteiből rengeteget kivágott a Lincs. Tehát a Rabánnak rengeteg ö, olyan jelenete van, ami vágó asztalon maradt. Úgyhogy az ő szerepe például nagyon meg volt kurtítva. Na mindegy, Dave Batista játsza majd az új filmben, úgyhogy... Hát igen, nagyon helyes. <laughs> ja, úgyhogy szerintem ez egy jó, jó casting. Egyébként az új filmmel kapcsolatban a casting az nekem 90%-ban zseniális. Ó, teljes mértékben. Meg amúgy ehhez a filmhez, hogy azért nagy élmény volt, ugye úgy, hogy a castingjával az új filmnek én is nagyjából tisztában vagyok, és úgy nézegetni, hogy annó az ugyanarra a karaktere milyen színészeket igen. választottak, az egy nagy élmény volt látni, hogy amúgy igazából meglepően hasonló az eredménye. Tehát sok szempontból. Tehát például a, a azt nem, nem, tudom, hogy melyik karaktert játszom majd a George Brolin, de szerintem ő lesz a Patrick uh, Stewart. Igen, ne, ő igen. lesz a Tehát azt mondom, ezt így, így megmondta meg ilyenekből, hogy akkor aha, aha, tehát így... Igen, az... Nagyon, jó a, nagyon jó az újnak a... Tehát tényleg, tényleg én, amikor bejelentették a színészeket, én mindig azt néztem, hogy bazd meg, a Vilnöv telibe trafál állandóan. Tehát én, én azon agyaltam sokáig, hogy ki fogja a, a vajon a bárót eljátszani. Oh. Ki, lesz, ki, lesz, egy annyira elmebeteg, őrült színész, aki ezt meg fogja tudni csinálni, és, és, és zseniális a választás. A, hogy hívják? Már most az Istenek se eszembe a neve, persze. Harkonnen? hát, ne, hát az a Harkonnen az, az bárhova. Stellan -Skásgard. A Sőt... Stellan igen. Tehát ez igen. hogy ez a... Ez a csávó, ez, ez kurva jól fogja eljátszani a császárt. Nekem és Nekem az egyébként... egyetlen problémám... Ja, mondd, mondd. Ja, mondj, hogy nyugodtan. Nem, nekem az egyetlen problémám a Léto Atreides. Tehát, Na, Oscar Isaac. Az Oscar Isaac. Nekem még, még ezzel a hosszú szakállal se. Te <síns> pedig az, az sokat javított, tehát amikor először megláttam a, hogy az Oscar Isaac lesz Léto, és így néztem, hogy. E, mi, mi, hogy? És nem tudom, nekem a Léto az egy sokkal karakteresebb valaki. Az Oscar Isaac nekem mindig egy ilyen vicces csávó valahogy. Pedig láttam már egyébként nagyon jó. Csávó Lehet, lehet, hogy amiatt, de. De, 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 meg... de jó, tehát, tehát az, az nyugtat meg, hogy mindenki másra zseniális szerepeket osztott a Villeneuve. úgyhogy valószínűleg az Oscar isaac is meglátta, hogy miért lesz ő jó létó. Nekem egyelőre így a képek alapján egyáltalán nem jön át. Nagyon é. magasan van a léc a Jürgen Proknóval egyébként, igen, és de... amúgy oda akartam vissza ennél térni a filmhez, hogy ez a Jürgen Proknó volt tényleg a létó Árthelydezként a filmnek egyik fénypontja. Abszolút. Úgyhogy aránylag kevés szerepe van azért ahhoz képest magámnak a történetben is, meg a filmben is, és mégis, tehát amikor volt, nagyon-nagyon lopta a sót, és így az tényleg olyan volt, hogy így néztem a filmet, oké, okay, oké, okay, és akkor így megjelent, és így na, akkor most figyelek, tehát így ez a... Igen, így ránézel, és na, ez egy háznak a vezetője. Tehát ez igen, a csávó, ez egy, ez egy főnök. És az a volt az a elején a monológia, a változásról, az mm -hmm. is annyira igen, ilyen... Igen, az jó, nagyon jó. Igen. Az ott így megragadt velem. Tehát ez nagyon teli találat volt ha már az elejéről beszéltünk, tehát a film szerintem rettenetesen van fölépítve, mert a kaladanon konkrétan több időt töltünk, mint az Arrakisnak a fővárosában. És ez szerintem borzalmas. Tehát ez, ez erre én most ö, döbbentem rá, amikor most újra néztem a filmet, hogy a 40. percbe jutunk el az Arrakisra. És, és 20 perc alatt, 20 perc után már, ja bocsánat, spoiler, tehát 20 perc után már ostromolják a várat mint, hogy, hogy 20 perc telik el az Arrakisra érkezés, és a Várostrom között, úgy, hogy ugye abban benne van a férges jelenet a bányában. Tehát, hogy, hogy a, a, a regényben számomra a legjobb rész az, amikor Arrakison vannak, és ott ott lesz a létó igazából nagyon fontos szereplő. Tehát a regényben szerintem a létó egy sokkal fontosabb szereplő egyrészt, mint a filmben, másrészt szerintem ott ott igazából ő a ő a legfontosabb karakter. Én, én, nekem mindig is több, számomra mindig is több volt benne, mint például a Polban. Mert, mert az, amit ő ott kitalál, hogy mit kezdjen az arra kisszal, mit kezdjen a fremenekkel, és ahogy ez le van írva, hogy ő hogy szeretné ezt az egész tervet végigvinni, igen. miközben ugye ő, ez talán a igen, ez a filmben is benne volt, igen. hogy ugye tudja, hogy csapdába sétál, és tudja, hogy valószínűleg ő nem fogja túlélni. De hogy mégis oda megy, és, és megvan a terve, és hogy mennyire elkeseredetten próbál, próbálja ezt a tervet végigvinni, úgy, hogy tudja, hogy bármikor jöhet a császár, meg a harkonenek, és ez, ez a regényben annyira, annyira közelévé tette nekem a létót, meg, meg ahogy tényleg nagyon részletesen le van írva az egész, és annyira jó, ahogy így végig van ki van bontva, és ez például a filmből teljes mértékben hiányzik. De és, tehát, hogy azt a keveset is, amit átadott, az megint olyan volt, hogy például ugye, hogy azt megtudjuk, hogy ott ő is ott próbálkozik valamivel a, az a karakter, akit majd a Jason Momoa fog játszani. Ja, Duncan Idaho. Jó, Duncan. hát az ő szerepe, az nagyon lett kurti. Igen, és akkor mindegy, hogy ő ugye ott már ott ő mondja neki, ugye, hogy, ugye hogy, 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 hogy potenciál van itt a lakosokban. Az az egyik, meg ugye a másik ott volt, hogy a, amikor ugye, hogy kimondják ott is hangosan, vagy nem gondolatként mondja ki azt szem a, az egyik karakter, hát hogy ugye, hogy többre tartja az ott dolgozók életét, mint, hogy a, mint a fűszert, és hát hogy ez micsoda. És ez megint olyan volt, hogy itt a filmben ez eléggé ilyen sántikálos, botladozósan, így nagy nehezen ki lehet nyögve, de hogy itt látom azt, hogy ez, itt, ez miért lehet majd mondjuk a, majd a egy hónappal később bemutatandó filmben nagyon jó, vagy a könyvben nagyon jó. Tehát, hogy ez a film én igazából itt... arra volt tényleg jó nekem most így, hogy ez így fölkeltette az érdeklődésemet, hogy ez itt, amit itt van, ez a dűne, ez itt tényleg ez egy jó sztori, és itt vannak jó dolgok. Igen, tehát itt azt képzeld el, hogy körülbelül 500. Old... na nem ez túlzás, de mondjuk mit tudom én, 250 oldalnyi ö, sztorit préseltek bele 20 percbe. Mm. Az árakizos jeleneteken. Mármint az árakíni jeleneteken, ami a fővárosban játszódik. Mm. És ez, ez borzalmas. Tehát az, hogy a hogy 40 perc alatt jutunk el a Kaladánról, és annak a nagy része az ilyen, amit a Gergő említett az előbb, ez a száraz információ magyarázás. Hú, vagy, van a, vagy egy... amikor a, a, a Patrick Stewart meg a, a főszereplő olyan kockákkal ja. verekednek. Igen. Jaj, te ami, jó is. kevés a... effekt olyan rosszul. Igen. Tehát... Igen, van azért nem, az egy fiatalon is izé volt. Tehát az, az, Igen, az Azt szerintem soha nem volt jó. Az egyik első ilyen digitálisan, ilyen digitálisan megmozgatott emberi karakter egyébként a filmtörténelemben, tehát ez egy... Látszik. Igen, igen, pontosan ezt ez gondolom. Igazi úttörő. Sor, hogy ez, ez az elsők sorsa, ugye? Hogy tehát ez, ez a... az a fajta úttörő, amikor a konyak késsel állsz neki földszedni a betont. Tehát... <laughs> ja. Tehát jó, Egyéb ilyen is van. A... Egy kicsit a... Ez a létó karakteréhez, hogy itt az Arakini részekben volt egy csomó olyan történés a regényben, amiket ha a film egy kicsit le tud nyugodni, és nyugodt jeleneteket rendezni, akkor akkor ő egy sokkal-sokkal jobb karakter lett volna, és legalább lenne egy jó karakter az egészben. Mert például, csak mondok egy példát, Black Sheep, nem tudom, biztos emlékszel rá, van az a része, amikor bejön először a a, a Liet, hogy mondják, kines, nem Káns, tudom, Kines, vagy kins? igen. Kínszenvedés. Ja, kí, ha, valami hasonló. Kínes. És... Ö, <laughs> van az a pillanat, mert ő egy ilyen, az egy ilyen határozott figura, aki a fremeneknek egy ilyen érezzük, hogy fontos embere, ez a filmből egyáltalán nem jön át. Tehát amikor ő később azt mondja, hogy na, megtetszett nekem ez a Léto herceg, akkor oké, okay, hogy neked megtetszett, és oké, okay, hogy ezt így elmondtátok, ahogy amúgy meg Menjöttek kellett volna mutatni. Körülbelül. Igen, de hogy miért érdekel az minket, hogy neki megtetszett? Az, az nem derül ki, hogy ez miért fontos. Még az De, sem derül bocsánat, ki. Bocsánat, erre hogy... is van egy kivágott jelenet, az fönn is van a YouTube-on egyébként, ahol a k és a létó beszélget, meg egy kifejezetten jó jelenet. Csak mondom, hogy ez például megint egy olyan, amit kivágtak. És akkor, akkor, kicsi... akkor lehet, hogy most pont azt akartam leírni, mert én arra Jelent. gondoltam, ami a regényben úgy van, hogy, hogy van egy beszélgetés, azért tanácsterem, sok ember, amit az zár végül a regényben, hogy a, a kínész az oda köp az asztalra. Uh -huh. És akkor a, az mindenki fel, felhördül, meg izé, oké, a Paul az a könyvben egy ilyen idegesítő kis főhős, aki, akit szeretünk, mert izé, de ő az, aki így mindent, tehát ő, ő meg a Lito az egyetlen, aki aki nem kapja ezen fel a vizet, vagy nem gondolkodik egyből fejetlenül, hanem, hanem rájönnek, hogy hát igen, meg van ott még valaki, aki el is magyarázza, hogy hát igen, bakker, itt a víz a legnagyobb érték, és azzal, hogy ő az asztalra csulázott a sajátjából, amiből limitált mennyiségű van neki, és borzasztóan fontos, abból adott -e egy jelentős mennyiséget most éppen ott. És akkor ez... Nem is erről volt szó, hanem Liet Kányz valójában a TV Valami hasonló. It's... Szóval például ilyenek azért így elfértek volna ebben a filmben. És ö, akkor, hát igen, csak az abban, ez a megint a világépítés. Volt egy ilyen jelenet, az Youtube-on fönn is van. Ö, nem, hát kicsit összeollóztak két jelenetet a regényből. Ezt, amit mondasz, meg amikor a, a nagy tanács van, és akkor a létó kiönti a vizet. Tudod? Ja, igen, igen, igen. Na, és ezt a két, két részt össze egy jelenetből a lincs, és ott, ott megtörténik a köpés is, meg amikor a, amikor a létó kiönti a vizet. Egyébként egy kifejezetten erős jelenet, leszámítva azt, hogy az elején a görni az játszik ezen a baliszeten, ami Aha. szintén megtörténik a regényben, tehát nem ezzel van a gond, de valahogy Patrick stewart a kopasz fejével látnia, hogy pengeti azt a macskot nekem. A túl hiteltelen volt. Tehát Igen, nekem nem működött, de... De, de nem ilyen nagy tanács előtt vannak, hanem ilyen kisebb tanács, tehát a, a Kainz van ott, a Doki, meg a Tufir, meg még néhányan, tehát hogy nem sokan, de, de ott a jelenetnek az a lényege, hogy a, a Kainz és a Létónak, Létó között összejön ez a... Tehát ott érezteti a film, hogy a, a létó valóban nagyon szeretné a fremeneket az oldalán tudni. Mert ugye ő bennük bízik, hogy majd ők lenyomják a, a támadókat. De ez például, igen, tehát e, e, ha ez a jelenet benne lenne, akkor talán az is jobban hatna, amikor gondolja a Kainz, hogy, uh, hogy tetszik nekem ez a herceg. Úgyhogy uh, tehát itt itt egy, itt egy hatalmas, uh, nagyon jól megírt ilyen uh, ármánykodós, uh, tervezgetős rész van, teljes mértékben háttérbe szorítva. Kellett a hely a lézer, fegyveres, kardozós, digitális embereknek. Igen, igen. fontos volt ami úgy szintén benne van a regényben, de, de nem, nem tesz hozzá olyan sokat. Igen, tehát ott a, az ember azt, hogy pajzs, meg ilyen test pajzs, azt nem így képzeli el. Hát az tehát a, Igen, szóval ez valahogy, <laughs> hogy az emberi agy az valahogy túlmegy ezen. Jó. Igen, és akkor, ja, még a másik, hogy az a vicces, hogy mondott, hogy milyen sokat vannak a Kaládánon, és még, még, még mielőtt elmennek, még ott a, a Létónak a felesége is még így mondja, hogy jaj, de fog hiányozni ez a Kálada. És egy kicsit nekem is amúgy most így utólag belegondolva, hogy akkor, akkor mondtad ezt, akkor akkor hogy nekem is az az érzésem, hogy oké, okay, de menjetek már. Tehát, hogy értem, <tosz> hogy hiányozni fog, de hogy nem a nagyon akar beindulni. Még volt ugye előtte egy másik jelenet a Harkonnen nekkel kell talán az még az, a báró ez, ez, ez. Jaj, az te te, ahogy itt mutogatják ilyen direktbe ezt a izét, és ahogy lefestik, hát ez borzasztó, hogy a... Imádom azt a csávot. A, 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 Kenneth McMillan, az zseniális. Hát igen, amilyen Csáv. szerepben van, azt nagyon jól lehozza, de hogy abból miért került de... ebbe a szerepbe, tehát meg miért így írták meg a, a Harkunen bárót, de nekem a, Oké, okay, hogy hogy őrült a regényben is, de azért azért okos is a regényben is meg, Igen. meg tehát nem egy ilyen. De meg egy Luffy, tehát. De... meg egy, egy Luffy. Lufi. Lufi, a regényben is Luffy, de. De ebbe csak egy Luffy akkor. Úgy Igen, mondtam. de a regényben ott talán ott talán nem röpköd, vagy nem tudom, tehát ott az van, de. hogy. Hát néha néha, de hát néha repül. nem tudom röpköd, de lebeg. Igen, tehát én úgy emlékszem, hogy valahogy úgy van a könyvben, hogy neki a járását segíti ez a cucc, igazából jár, csak mivel egy dagat állat, ezért segíteni kell, hogy a súlyát meg tudja tartani. De hogy ő, itt szinte csak repül. Itt látom magam előtt a lincset, hogy hm, van neki egy szuszpenzor széke, ami segít neki lehetni. <suk> a körbe, és körbe, és közben körbe, körbe a mennyezeten. És ez <suk> rohadt jó lesz. Lát Igen, és közben így csapkodnod a kezével, baszki. én nagyon szórakozok mindig a báró jelenetén. annyira túl van tolva, de, de pont ez a, ez a rajzfilmes gonosz, tehát annyira utálható az egész csávó, hogy nem tudom, nekem nekem nagyon jó, de hát ez mondjuk biztos, elismerem, tehát ez... tehát látom, hogy miért tud ez idegesíteni valakit. Mert tehát ez inkább olyan, hogy valaki meg akarja hánytatni magát, azon megnézettem valamelyik jelenetét, és szerintem könnyű dolga lesz. Igen, de egyébként mondjuk a külseje az eléggé hű a regényhez, talán a regény Igen. még öregebb. De, ja, igen, a, de igen, valóban igen. így néz ki. Tehát igen, ő igen, a a könyve is így néz ki. Úgyhogy abból a szempontból ö, hiteles a dolog, de a könyv. Tehát, na ez az, hogy okos a regényben. Valóban egyébként nem egy hülye ember, de ez az, amit mondtam, hogy neki is van egy terve, egy hosszú távú terve. A, egyrészt ugye a császárról, másrészt, meg ugye a a Rabannal, meg a filmben. Jaj, persze, persze. De hogy ez, ez is, ez, ez sincs bemutatva a könyvben, tehát, tehát, vagy mi a filmben, tehát a filmben... Ennyi van, hogy majd legyőzzük őket, Hi -hi -hi, ha -ha -ha, igen, is igen, 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 és a filmben például a Rabant még megérted, hogy miért van, mert hogy ő ugye ott csinál dolgokat, mert ő az, aki ugye behajtja például a Kainzt, meg ilyesmi, meg ő egy, ő egy hadvezér. De például a Fade ő a könyv, a basszus, már nem tudok beszélni, ő a filmben, igazából konkrétan miért van benne? Tehát... Én tudod, kiremlékeztetett emlékeztetett engem amúgy? Volt a... a stingre. <laughs> ez, ez, így van. De másrészt egy másik filmben a Keanu Reeves-es 47 Ronin uh -huh. Remlékszel. Mm a... hogy volt egy ilyen film. És annak a éve föl volt húzva az a csávó, akinek itt szét volt tetoválva az egész teste. Jó, és így a karakterplakátokon is rajta volt, meg minden, és a, jól a filmben nézett, is csak annyi jól. volt, hogy egyszer így pózolt egyet, és így ennyi volt a szerepe. Uh -huh. És így ez is olyan volt, hogy így itt ez a Sting, ezt rakjuk már bele, mert milyen menő néz ki, és így ott áll, és így ilyen gyanakvóna úgy gyanakvóan, és menő néz. De tudod de... miért jó, hogy ezt most mondod? Mert szerintem a bemutatója óta senki nem beszélt ennyit a 47 Roninról, mint most te. <laughs> Valószínűleg. Az én igen, de hogy, de hogy de a, igen, az jutott van, igen, az igen, eszembe, jó, hogy én... ott az is egy ugyanúgy egy ilyen csávó, benne van a filmben, és menő ott van, és ilyennyi a szerepe. Igen, és, és egyébként érdekesség, hogy ugye a Sting játsza a, a izébe, a 75-ös Jodorowsky filmben, ott pedig a Keith Richards játszotta volna. Tehát, hogy hmm. valamiért megtalálják a, a rockzenészek ezt a, ezt a, szerepet. Igen, de és tehát így, így nem mindegy, ez tényleg egy nagyon érdekes eleme volt a filmnek, hogy és a, ott van, és ennyit csinált, Tehát, hogy igen, van, és, egy néz ki. Tudod, mi a vicc? Hogy a Denis Villeneuve erre a szerepre is szenzációsan kasztingolt, ugyanis lehet, hogy bocsánat, ha spoiler vagy ilyesmi, hogy elrontom, de a Fade Rauta nem lesz benne a 2021-es filmben. Mi? Komolyan. Ezt én most pár napja néztem, hogy mondom, basszus, nem néztem még meg, hogy ki játsza majd a fade és nem lesz benne. Bakker. És akkor de egy, a könyvben nincs is ennél könyvben... Jaj, de várj, mert... Uh, a könyvben sokkal több szerepe van. Igen. Mert hogy állítólag a, a Pyter és a Feed lesznek össze rakva egy karakterré. Tehát itt Úú. a Pyter, ami szerintem egyébként nem egy rossz... Ez elég érdekes igen. elgondolás. Itt, itt a Pyter egy sokkal fontosabb karakter, ez valószínűleg itt az, hogy a... Tehát, tehát az egyébként valójában nem egy hülye ötlet, hogy a Pyter legyen a Fade, hiszen ha a Harkonnen báró egy mentátot rak az Arakin, vagy az Arakis vezetésére, az mindenképpen egy okos gondolat szerintem. Igen, 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 igen. Úgyhogy itt, itt lesz egy ilyen, ilyen változtatás, ami szerintem, ez például szerintem egy tök jó dolog, mert egyébként a Fade router a könyvbe se a legfontosabb karakter egyébként, de a meg a legfontosabb Ebben a, a filmben Viszont lehet, hogy így sérül majd a bárónak az a törekvése, hogy a, a tufirt megszerezze, mert itt a mentátokkal eléggé sáfárkodik, tehát a... Ja, igen, igen, igen. Hát itt ez lehet, hogy bekavar. Hát kíváncsi leszek, hogy hogy oldja, meg lehet, hogy a tufirnak más szerepe lesz, vagy nem lesz a Vagy akit a mentál. Peter helyére akart, mert az ott ne, köztük ott van, ez a feszültség mindig, hogy hú, hát a Peter, meg a mentátság, meg hogy mennyire szuperál ő már jól, meg hogy a, a báró nem mondja el neki a tervet, meg ilyesmi, és tényleg a, a bárónak a tervérnek a legfontosabb része a filmben az az, hogy így hát nem mondom el. Hát akkor, bazd meg, a könyvben se köti mindenkinek az orrára, de az... Hát az. az, az... hogy miért. Igen, igen, pontosan. Itt meg csak az a része van benne, amit, hogyha olvastuk a könyvet, akkor megértjük, hogy a két karakter között ez miért lenne egy feszültség. De a filmben nincs, és azt sem tudjuk, hogy, hogy lehetne. Tehát így... Ah. Igen. És akkor menjünk tovább Tufir Havatra, ha már megemlítetted. Tehát ez, hogy a tehát na, megint a Tufir Havat a regényben, miután ugye, tehát ott is ez megtörténik, hogy átállítja, átkondicionálja ugye kényszerítéssel a báró a saját oldalára, de ő utána ott még furkálja ám a dolgokat. Na és kiátsza, kiátsza a fédet, meg a Rabant is. És ebből basszus olyan szinten nem maradt semmi a filmben, de ugye az égvilágon sem, hogy a Tufir Havat azután, hogy átállították, nem szerepel a mozi a halál jelenetét pedig kivágták a mozi verzióból. A film van Youtube-on egyébként. Úgyhogy, és a könyvhű, tehát úgy hal meg, ahogy a könyvben, de hogyha megnézed a filmet, és nem tudod, hogy egyébként van egy ilyen, akkor nem tudod, hogy Tufir Haváttal úgy mi van. Meg mi lesz, meg, meg hogy őt miért állították át. Tehát borzasztó dolgok maradtak ki a filmből. Már úgy érve borzasztott, hogy borzasztó, hogy kimaradtak. Te, igen, itt a igen. szálakat. Csak tudod, itt, itt azt gondolom, hogy akkor a havatot egyszerűen meg kellett volna ölni az ostrom közben, és kész, akkor megvan oldva a probléma. És akkor nem kellett volna szenvedni a. Igen. Vagy, a vagy rendesen két részre, volna. Volna. két részre kellett volna bontani ezt a három részes első részt, hogy hogy így mondjam. Tehát, a, Mert ahol a, a tufir később furakszik, ott az egy nagyon full fontos pillanat, és. Há legalábbis a Harkunnenek számára, és hogy ahogy jót furakszik, az végül is nem egy, nem egy sikertörténet, tehát se a számára, se, se, máshogy. Ott az egy, hogy így félre magyarázzam a dolgokat, tehát ott az egy ilyen félre sikerült bosszú terv, mint ahogy volt már ilyen a, a filmben korábban a, 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 a Dokinak a terve, a, Mereke, a méreggel, tehát az is félre megy a Harkónenek ellen, meg ez is félre megy a Harkónenek ellen. Most, hogy még több van-e ilyen, azt nem tudom, de például az egy ilyen. És hogy a, úgy tűnik, hogy a, a Létoherceg körül lévő fontosabb emberekből, hát legalábbis kettő, amennyire emlékszem, az megpróbált ö, valahogy úton módon, tehát most oké, a Doki az kicsit ö, körülményesebben és hát több áldozatot kívánó módon bosszút állni a, a Harkóneneken. Még így is és hogy ezek a faktorok, ezek egyáltalán nincsenek meg a filmben, de még azon a szinten se, hogy megint ezzel a szerkezettel éljek, hogy egyáltalán tudnánk róla, hogy lehetnének. mondjuk a doki az úgy, ahogy benne van. Végül is, mert az a, az a fő az szó -szó. egy része, tehát ezt nem lehetett kikerülni, de az is kicsit ilyen, nem tudom, milyen fele más. Igen, egyébként az a forra, hogy mondjuk nekem ez egy olyan dolog, ami már a könyvben sem nagyon működött. Tehát ez, hogy, a, igen, igen nekem hogy is van ez a birodalmi kondicionálás, amit ugye ez a homlokán az a folt, ami ugye a filmben is benne van. Igen, az hogy olyan, ez... mint, a, mint, a, mint hogy rá van írva ez a, 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 az, az autentikus trapista sörökre, hogy ez egy olyan. <gül> <gül> Igen. <gül> Hozok is egyet mindjárt, hogy a, tehát, tehát, hogy ez egy birodalmi kondicionálás, ami feltörhetetlen, és a könyv azzal kezdődik, hogy a báró ezt így feltörte, és így oké, okay, értem, hogy volt a felesége, de, de most komolyan, tehát, úgy kell feltörni nem, a birodalmi feltörhetetlen kondicionálást, hogy elrabolta a feleségét. Ez nem persze. úgy van, hogy a, hogy a hogy ezt végül is ő maga a doki törte fel. Mert uh, ugye az ő felesége is Bene itt volt, ami nem derül ki a filmből, talán, és hogy. De, hogy ő, de, de említik, vagy... de tök mindegy. Tehát a filmben ez körülbelül tök mindegy. Akár lehetett volna, nem az is. Mert hogy én, én arra emlékszem, a hogy a. Hogy a a, a doki ezt a kondicionálást végül is magának töri fel, és uh -huh. tehát amiatt, hogy Lehet. ő, mint ahogy a pól, amiatt, ahogy neveli az anyja, azért másféle, meg egyéb dolgok miatt is másféle gyerek, az most bonyolult, és a filmből nehéz kihámozni, hogy miért, na mindegy, de hogy ezért ő is ilyen ilyen akármi. És ő végül is nem a báró ő, nem, nem úgy kényszeríti ő a báró, a hogy feltöri, is. hanem igen, tehát, hogy hanem úgy, hogy végül is a, a doki az racionális döntést hoz, csak ugye ezt nem hozhatná, és ehhez kellett az, hogy ez ez, ez már ilyen kavarcuc most így Igen, csak, csak nem ugyanott vagyunk, hogy. hogy van, de, egy, de. van egy feltörhetetlen ö, kondicionáló kód, vagy nem tudom, és ettől függetlenül most oké, tehát lehet, hogy ez van benne, hogy ő saját magát törte ki ebből a dologból, de akkor is csak annyit kellett csinálni a báronak, hogy elrabolja a feleségét. Tehát. igen, igen, ez, ez túl ez, egyszerűen megoldott Ez azért rohadt, hogy Mázli is kellett volna, vagy kellett, hogy, hogy kifogjon egy ilyen, uh, ilyen birodalmi orvost, aki történetesen pont nem elég erős jellem ahhoz, hogy egy ilyen egy ilyen kondicionálást azt így végignyomja, mert én azt gondolnám, hogyha ez a kondicionálás valóban, mert, mert az a durva, ez a filmben megint csak nincs benne, de a könyvben a Doki az gyanú fölött áll. Igen, nem pontosan. Így. Tehát ő rá nem is gyanakodnak azért, mert mert ott van a homlokán. Tehát ez egy olyan... Meg azért, mert a, mert, mert ő amiatt a is, de hát egyrészt amiatt elére a feleségét, másrészt egyéb okok miatt is annyira gyűlöli a Harkuneneket, hogy még a Jessica-nak is, amikor, amikor kimondja azt a szót, hogy Harkunen, akkor érzi, hogy ezt a Doki úgy mondta ki, mintha mindjárt felrobbanna a dütő. Igen, 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 igen. Tehát több ez nem jól el van rejtve a dogit, miért nem ismerik fel, csak alapból az egész motiváció kicsit fals. Már kicsit fura, de te, te lehet ezzel együtt élni, most nem arról van szó, de ez kicsit nekem mindig is fura volt így, tehát ez az a dolog, amit így nehezen lendültem túl, hogy most, most ez tényleg ennyi kell, de valóban a könyvben úgy, úgy azért körül van járva, meg egyébként ez az egész egész áruló keresgélés is egy sokkal hosszabb folyamat. Tehát ott emlék, a, a Tufir Havát meg a, meg ő ugye a Jessica-ra gyanakszik, és akkor ott van egy csomó jelenet, ahol megpróbálja ö, vallomásra bírni, meg ugye utána a görni is. Ja, igen, is, igen, is, igen. Az, 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 mondjuk ez valahol érthető, mondjuk, hogy kimaradt a filmből, de például ez is egy tök izgalmas rész, és ez is ott az elején van. Tehát mondom, ott a, az Arrakini jelenetek, azok nagyon-nagyon azok sok ö, ott nagyon sok dolog történik, és azok itt nagyon le vannak egyszerűsítve. Mondjuk ezt már elmondtam, de most elmondtam újra. És lehet, hogy fogod is még egy párszor. Lehet. Vagy majd, majd más jelenetek kapcsán. Igen. És akkor végül a film cselekményében nagyjából hát most járnánk az ostrom kezdeténél. De akkor indítsuk el azt az ostromot. Ja, megtörténik. A filmnek a akció jeleneteiről nem érdemes Sokat beszélni, mert ö, nem az előnyeihez sorolhatnánk. Ö, csak úgy, mint a legtöbb látványbeli dolga, azok se öregedtek jól. Főleg a film második felében inkább nevetséges jelenteket szültek. Ugyanakkor a film második felében már szórakoztatóan. Ja, hát az ö, de mondjuk, mondjuk a férgek jól néznek ki szerintem. Az, 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 az messze a technikailag, meg látványilag, az... Tehát, ha ilyen lényt kellett csinálni ezzel a filmben, az jól ment, tehát az... az, az, amikor, az nem, amikor nem digitális trükk van, az jól néz ki. Tehát, Igen. Amikor digitális trükk van, az köpedelem szarul néz ki. Az kifeszett rossz, úristen. Rettenet, tehát, a, a, tehát ilyen dolgok, amikor kirepülnek a pajzs mögül. Arra emlékeztek? Az ilyen, ez ilyen összesírom magam érneve. Jaj, tényleg, az Annyi nagyon csúnya, úristen. És azt többször megcsinálják a filmben. Fú, és annyit látsz, hogy gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen kis, kis, keret van a pajzson, és onnan így látod a, a effektet, effektet, ahogy kijön az űrhajó. Meg hát annál, annál amúgy Hú, a legocsmányabb förtelem, ami ebben a filmben előfordult szerintem, az mégiscsak az, amikor talán akkor van, amikor utaznak a, az Arakisra, és amikor hajlítja a teret a liga ember Jó, izé. Az annyira csúnya! Az nagyon hogy, rossz. Hogy így fénylik körülötte a zöld izé, és mintha így húznám a Premier próban így egérrel, így megy Igen. fölfele az a izé, ó, de csúnya, azt a kurva. Az guztustalan, és ez benne kellett, hogy legyen, de a vízkiöntős jelenete létónak aztán. Nem, persze. Hát, az, tényben. az, az körülbelül addig tartott egyébként, mint, a, mint, ez a navigátoros balfaszkodás. Igen, meg, az meg az azt volt van. még egy olyan is ilyen, ilyen lehetős ami különben tök jól érzékeltethette volna, hogy ő nem csak az a fajta pozitív karakter, aki idejön, és, és azokat a tipikus dolgokat megcsinálja, amik azok, ahhoz kellnek, hogy ő egy pozitív karakter lehessen, hanem például az is, amikor ami árnyalta volna a vízhez való hozzáállásnak a, meg a Harkonnenekhez való hozzáállásnak és az egész kérdését, van az a rész a könyvben, amikor öm, azt hiszem egy szolgálóval beszélget, hogy a, a vacsi után majd a megmaradt vizet azt kiviszik, oh, és kiöntik, és akkor arra így rárohanhat a csürhe, és akinek amennyi jut, annyit vihetne. És akkor ezen felkapja... Hát amúgy, és hogy ezen a, a hozzáálláson, amit különben a Harkonnenek honosítottak meg, a... Izé, a, a lehető annyira felkapja a vízet, hogy mondja, hogy inkább átalakítja ezt a rendszert, és akkor mindenki kapjon, miután mit tudom én, micsoda. És akkor, hogy ennek nem az az értelme, hogy ő ezt most így elmondta, hogy ez legyen nyire jó, hanem ott még van egy külön kör annak, hogy a szolgáló, akivel ezt megbeszéli, az egyrészt ezen megdöbben, másrészt nem örül annyira neki, mert neki is kevesebb víz jut így. És akkor... Mert ő, ő röpőt volna rá először. Igen. Igen, igen. És hogy például ez, mondjuk ilyet lehetett volna rakni a mit tudom, melyik jelenet helyett, és akkor így legalább az helyre kerülne, hogy a, a víz milyen fontos. Mert itt megint csak így el van mondva, hogy hát a víz az kurva fontos, mikor egy sivatag sose esett víz, ér, érezzük, hogy na itt az ember egy idő után szomjas, és na hát, itt ennek ennyi, ennyi jelentősége van nagyjából. De mondjuk az ilyenekkel így, így tartalma is lenne, vagy így kézzel fogható lenne, még ha szét is folyik, de legalább igen, igen. Szóval, igen ezekkel lehetett volna a kis plusz dolgokat belerakni. Egyébként én bízom benne, ha már az ostromnál tartunk, én bízom benne, uh. hogy, nem tudom, de hogy a, a, a 2021-es film az itt fog véget érni. Ja, igen, igen, igen. Csak igen. így van értelme. És minden, ami a regényben volt az arrakiszon arról fog szólni az első rész. És, és én nagyon bízom benne, mert a, ahogy véget ér a... Hát ez gyakorlatilag ugye a regényben az első fejezetnek a vége, ugye az ostrom. De az Igen. az első fejezet az pont egy olyan, amit szerintem két és fél órában nagyon jól el lehet mesélni. És, és ott az összes így... karakter, talán a Stilgárt kivéve, de a Stilgár is. Egy az... egyébként. Tehát a regényben a Stilgár hamarabb képbe kerül, de ott az összes karakternek megvan a fontos szerepe az egészben. Uh -huh, és, uh -huh. és én nagyon, én, én, ha én lennék a Dönny Vilne, akkor így csinálnám. Igen, igen, meg a, az egészben olyan, hogy, hogy ez a film, ez tök jól megcsinálható tényleg így eddig, ameddig te is mondtad, két és fél órában, és még meg is lehet felelni a modern akciófilmes sztenderneknek azzal, hogy egy ilyen orgiával zárjuk le. A aminek a, a Igen. és aminek a vége az, hogy a főhős az mégiscsak megszökik. Mert hogy képbe kerül, hogy veszélyben van. Ami amúgy itt ebben a filmben hogy annyira nem. És hogy például a, a, a karaktere, meg az egész Fremen csapat, az, az elég fontos. Tehát az, az borzasztóan fontos. Itt a filmben annyi van, hogy, a, hogy találkoznak. Gyorsan a... meggyőzik őket, hogy kell Igen, tehát, Na jó. Talál... <laughs> tehát találkoznak velük, és be van rakva a Jessica-nak az átlényegülése a random elő előkerülő másik öreg asszonynyal, aki tehát a könyvben a kurva jól le van írva, de itt a filmben ez annyi, hogy a Jessica kétszer felsikít, és Én el van össze. narrálva alatta az, amit a könyvben az ember nem ért, ha nem figyel olvasás közben, tehát így meg aztán semmit nem ért belőle az ember, és a pólnak a része az teljesen ki van hagyva, majd három perccel később kiáll egy rakás olyan ember elé, akiknek fogalmuk sincs, hogy, hogy ő kicsoda, és akik különben, hogyha ki lennének fejtve rendesen a filmben, akkor olyan emberek lennének, akiknek így nem lehet parancsolni, na mindegy, kiáll, de nincs kifejező, ugyebár szóval ezzel nem kalkulálunk, mindegy, de kiáll eléjük és mondja, hogy én vagyok Póla és így azt a mindenit. Hát ez úristen a kapkodásnak egy olyan példája, hogy már nem tudom, hova kapjak, szóval ez. Igen, a... A... A Fremenek között, tehát a Fremenes ö, storyból is rengeteg jelenetet vágtak. Igen, ki. a harci jelenet például, ami kurva jó lett volna. Ja, igen, a srác a másik csávóval, igen, az is a, benne lett volna ö, tehát a amikor például a, a Jessica-nak van ez a víz, hogy megissza az életvizét. Annak például van egy ö, felkészülési jelenete, például. Tehát igen, igen. A, ahogy tehát a Pól és a Csani kapott volna még több jelenetet, ezek mind a vágóasztalon végezték. Alia is több. Hát az Alia, hát ez nevetséges. Hirtelen ott van az Alia. És, és, és nem tudjuk, is úgy, hogy ki látni. az. Tehát én nem igen, tudtam. Igen, le, Megint egy olyan, akinek... lefialt. tehát ez Ez, le, az, igen. ez, ez Konkrétan ez történik, igen. Igen, úgyhogy, igen. Úgyhogy tényleg borzasztó. Tehát azt mondja, hogy az Alia ugye gyorsabban. Fejlődik. Jó, ez mondjuk lejön a filmből, mert ugye egy éves, Én nagyon másfél összezavart, évesen, akkor úgy éves úgy tehát, nagyon és összezavart, hogy akkor most mennyi időt el Igen, tehát itt az van, hogy az Alia, ugye mivel, hogy ő már a, az anyja ugye a terhesség alatt már a fűszert fogyasztotta, hiszen ugye akkor fogant meg nem sokkal azelőtt, hogy ugye a Fremenek közé került, és ugye utána elkezdte, meg hát igazából már az Arrakison is előtte már ugye ette rendesen a fűszert, Okay, az fűt. alia az már a hasában gyakorlatilag fűszerfogyasztóvá vált, és ez később egyébként az alia az egy ilyen, az ilyen totál elmebeteg, ilyen, ilyen fűszer lesz a harmadik részben. Ilyen teljesen elborult dolgokat fog művelni, de már itt is ugye ő már, ő már képes például, azt hiszem, azt hiszem azt ő csinálja a könyvben, de már most ebbe sem vagyok száz százalékig biztos, lehet, hogy valami másik szereplő volt egy későbbi regényben, hogy, hogy már a a hasából beszélget a Jessica-val. De az lehet, hogy még nem ő volt. De később ilyen is lesz. Tehát valaki mm, ilyen is fog ez, ez, nem rémlik. Akkor az lehet, hogy más volt, mert ugye később majd a polnak is lesznek. Ez, hogy ez már a polnak a gyereke volt. Na mindegy, nem érdekes. A, a gyermekei. Ilyen. Igen, az a Düne gyermekeibe beszület. Nem, ott, ott nő fel. Na mindegy, hogy, hogy, hogy a fűszer az, az ilyen szinten fel tudja Pörgetni az embernek a fejlődését, és az Alia az ugye már amikor megszületett, már akkor ugye nagyon sok fűszer hatása alatt volt. De hát ebből se jön át semmi a filmből, mert ugye egyszer csak megkapod liát, és akkor ő így ott van. És, és akkor ugye egy a kis filmjegén... horrorfaktor. faktor. Tehát... Ja, 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 és akkor ja, főleg az magyar szinkronnal nézed. Ja, borzasztó. Főleg horrorfaktor. És, és aztán ugye a végén ő lesz, aki majd ott mindenkit kinyírt. Tehát... Egyébként ki, volt egy, van egy rész a könyvben, amire biztos emlékszel, hogy ugye ő a csatatér után, a csata után ugye ott marad az alia, és el, az ő dolga elvágni a haldoklóknak a torkát. Jaj, 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 és igen, igen, igen. Ezt majdnem belerakták a filmbe, de csak annyit, de csak annyit mertek, ezt még a lincs sem merte bevállalni, pedig ugye ő volt az, aki dárkosra akarta, ő annyit akart belerakni, hogy a haldoklókhoz menjen oda az alia, és így emelje fel a két kezét, és az egyikben legyen ott a kés. De aztán elsötétül a kép. De végül ez se maradt a filmbe. Ez mondjuk talán jobb is, de bár igazából ennyi még szerintem belefért volna, mert akkor látod, hogy ez a Fremen élet, ez valóban ö, nagyon, nagyon kemény. És Én hát nem tudom, az, arról van szó a filmben, hogy, hogy a fremenek a halottaikkal például mit csinálnak. Pont ezt akartam felhánytorgatni, hogy szerintem kurvára nincsen. Na ez is mondjuk egy hatalmas nagy kimaradt jelenet. Tehát, erről például ez egy olyan dolog, amiről beszélni kell egy ilyen, egy, egy dűnében. Igen, de ez történik. megint olyan, hogy erről annyira szó sincsen, hogy megint azt se tudjuk, hogy szó lehetne róla. Igen. Pakker. Hogy, mert tényleg pont a csata Párhuzamosan, vagy hát a lényegét tekintve utána, de valamelyest párhuzamosan vele van ez, amikor amikor a Paul meg a Jessica-t együtt hány izé, kolódnak a, a sivatagon, miután át manőverezett, ö, a Paul átmanőverezett a homokviharon, ami nincs a filmben talán, amíg elég gáz, és remélem, hogy majd lesz az újban, mert amúgy az nagyon menő jelenet lehetne. És hogy utána találkoznak a a fremenekkel, és akkor megtudjuk, hogy, hogy amúgy a fremenek elég, elég baszók, mert a, a császárnak azt a, hú, nem tudom, hogy hívják, a, akikből áll a, az a magán serege, amit kölcsön adott a harkonereknek, hogy kinyírják az átredézeket, ami nem derül ki a filmben már megint, na, csak az elején elmondják. ó, akkor mégis kiderül, bocsánat. Szóval, a, szóval nem tudom, biztosan emlékszel a nevükre, fú, az a, az a speckó haderő a császárnak a... Ez a, a... Igen, igen, amit sosem írtam kimondani. Na, igen. Szóval azok... Nem csúnyán beszélni. Uh, uh. szardaukarnak mondani. Egy szardaukar különben, igen. És hogy, hogy, igen, tehát ekkor derül ki, hogy a, egyrészt a fremenek elég, elég erősek, mert az egyik, aki éppen ott van, aki ott találkoznak, az úgy nyilatkozik róla, hogy hát igen, remek harcosok voltak, és én megöltek egy csomót ezekből a, a nagyon durvákból. Meg aztán kiderül róluk, hogy a, hogy hogy nyerik ki a, a vizet az elhunytakból, és hogy milyen rituália van ennek, és hogy hogy tisztelik meg, és a többi, és a többi. Tehát erről annyit jelentet lehetett volna forgatni, és olyan király lett volna, és így nem. És nem is kellett volna villogni a technikával, ami akkor még kurvára nem volt adott számukra, hanem lehetett volna ilyeneket forgatni, mert tele van ilyennel a, a regény. ha Ja, amúgy egy dologról azt hiszem nem beszéltünk, ez még relatíva a film elején van, ami Annyira nem indokolatlan, mint egy csomó minden más, amit mondtunk, és amiket fogunk még mondani valószínűleg, de nem jön át rendesen szerintem. Tehát amikor először felbukkan a tisztelendő anya, aki nem bukkan fel többször talán, csak majd később. A végén. De, igen. Még de ott van. Igen, tehát akik ugyanúgy néznek ki, és nők, is így ennyi. A, a dobozos hát csak egy próba. Kicsit, csak egy kicsit volt ö, antifeminista, de semmi baj. Hát a, film, a film volt azt, tehát így vagy nem is tudom. Csak rossz hiszem, akartam. Nah, én akartam. Na, mindenki értem, mérni. én értettem a poént. A kérdés, hogy a hallgatók is értik el. Nem tudom, majd a kommentekből kiderül. Tudni nem tudjuk, de reméljük. Ja, ezt majd lemérjük, vagy felmérjük. <coughs> uh, szóval, hogy ez a, ez a dobozos próba jelenet, ez, uh, ez, szerintem ez nem egyértelmű, de még ez talán ez, ez, ez nem rossz, hogy őszinte legyek. Tehát, és ezt egyébként nem sok mindenről tudom éjjelten. elmondani a, a, a filmben lévő dolgok közül, tehát egyedül a, a homokos, akarom mondani, tehát a szélfúvott homokdűnés részek és amik alatt zene van jelenetek, illetve ez, és talán még lesz egy, talán amiről el tudom mondani, hogy hogy ezt így értem is, meg élvezem is jelenet a filmben. Szóval ez így, csak hogy valami pozitívat is mondjak már így a, a filmről, hogy itt igazából ez, ez talán nem a legegyértelműbb, de de ez még működik, vagy valamennyi átjön, itt mi a lényeg, még hogyha a mögöttes ideológia nem is jön át. Mondjuk, honnan mondtad a film szerintem legjobb jelenetét, amikor meglovagolja a dűnét, a, dűnét, a férget, a, a pól. Hát az... Az... Lehet, hogy az... csak a zene miatt, de... Meg az kicsit olyan, hogy tehát, hogy az egy nagyon jó jelenet volt szerintem, de hogy így nekem ott előtött kicsit a filmből, hogy ez hogy nem tudom, tehát, hogy egy ilyen most nem tudom, nem akarok rossz példát mondani, de hogy az inkább egy mondjuk egy Star Wars-ba az a jelenet, az hatásosabb lett volna, mint egy ilyen dűnébe. Hm. Hát nem tudom, nekem, nekem szóval szóval. az volt ugye a csúcs. De mondom, lehet, hogy csak a zene miatt, mert az ott Az, ott az szenzációs. nagyon jó, az, 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 Meg azt, azt, ott az effektek is jók, tehát a, ott, ott ugye nem nagyon van digitális effekt, hanem ott rendesen megcsináltak mindent, és és az az nekem... ilyen férgeket. Igen, igen, hát. Öreg iskola. Itt, itt csináltak az egyeki stúdióba. Igen. Az hogy... ősonos faunát összehallogatták. Ja, ja. és, és Brian de Palma játszotta a férge. <laughs> és álba tapsolt. <laughs> Na mindegy, úgyhogy. Úgy, ja. De igen, az elején, tehát visszatérve az elejére, ez most csak így eszembe jutott, hogy mint legjobb jelenet, nekem, nekem ez marad, vagy maradt meg így a legjobban. Hogy az elején a doboz, az, az az, mondjuk így, tehát ja, nem tudom, mit akartam már mondani, de amúgy doboz. Lehel, akkor te azt értetted, tehát akkor neked az átjött, hogy. Hm. Igen, tehát hogy, ott, hogy igazából, hogy, hogy ott igazából tulajdonképpen az ember agyába lezajlik a folyamat és ezt letesztelik, tehát tulajdonképpen, ja. ja. Ez, ez átjött a filmből, meg igazából ez segített az is, hogy ugye ez a jelenet azt hiszem az első dűne, új dűne előzetesben is benne volt. Ja igen, igen, igen. És körülbelül ugyanezt a szöveget mondta el, ott is a nő, és akkor így, ha szóval ott majd erre fog kimenni, tehát így ez volt kicsit a... Uh -huh. Meg egyébként a, ha már a új dűne, akkor még egy, egy 20 perc ezelőtt említettétek, hogy a, körülbelül ott fog véget érni szerintetek a film. Ajánjuk, melegen ajánljuk. Csak úgy van értelme. Igen, és hogy én is ezen, mert most a Eleven kor előtt a mozibot leadták a új előzetes. Igen, azt én ott a... hirtelen megláttam valamit a padlón, és az nagyon érdekes én. volt. Na, én én úgy voltam, hogy ha már leadják, akkor már megnézem, és ö, ö, tehát hogy szerintem is így lesz, de hogy most, hogy így ezt megnéztem, szerintem itt. Tehát az volt az érzésem, hogy itt az az előzetes az azt akarta velem elhitetni, hogy ez nem ott fog véget érni. De, de hogy mondjam, tehát, hogy én viszont közben most, hogy ezt a filmet is láttam, még így mondjátok, szerintem le is lett, hogy ez egy tudatos marketing fogás, hogy el akarják hitetni, hogy ez a film, ez több lesz, mint ami. És most ezt nagyon szansosnak látom, hogy azért vannak olyan jelenetek a, ebbe a hosszú előzetesbe, amik Ugye, hogyha valaki most már így, mint én is, hogy ismeri ezt a sztorit, így belegondol, akkor ez ezek igazából nem a csata után játszódnak még. Ö, az nem feltétlen. A... Igen, csak egyébként... azt akarom mondani, hogy ezért, hogy úgy, nekem így most ez a film után, utólag úgy tűnik, hogy az az előzetes, az direkt lett úgy bemutatva, hogy ez a film ez hosszabb lesz, mint. hogy nem, a, nem az ostrommal lesz vége. Igen, hogy nem, ez, ugye... próbálj... nem, így lesz a filmnek vége, csak a trailerbe direkt Értem, rámennek arra, hogy megpróbálják hogy úgy miért lakni, hogy nem ott lesz. Értelek. Nem, tehát a, a, filmből teljes mértékben kimaradt, a 84-esből. Én egyébként továbbra se láttam előzetest a dűnéből, Hall, hallgattam. És egyébként annyira nem tetszett, tehát nekem kicsit olyan furán volt a zeneileg ez az egész, hogy úgy volt előadva, hogy valami csoda akciófilm film, aztán lehet, hogy ez is... Igen, én ettől nagyon félek, hogy őszinte legyek, tehát én ettől rendegek. Emiatt egy éve nem alszok jól. Ne. <laughs> meg ilyen vicces, ilyen vicces uh, egysorosok, mondjuk, ez a... mosolyogi már Gárni, mosolygok, Az így ennyi maradt meg belőle, és így elképzeltem Josh Brolin fejét. Az mondjuk egy jó poén, csak... Hát igen, ezek az egysorosok hisz, ilyen egysorosok. És mondja, hogy let's fight like demons, és azt a magyar szinkronnal nem lehet nem cringe átadni. Tehát... Igen, az a baj, hogy a kínos lesz, vagy így, vagy úgy. Igen. De harcolni démonokként. <laughs> Démoni módra. Démoni móda. <laughs> Ö, Nem tudom, tehát nekem kicsit, kicsit úgy, úgy, ijesztő volt, a, amit hallottam, de tehát azt a 84-es filmből teljes mértékben kihagyták, hogy egyébként a, a fremenek, a stilgárék, tehát konkrétan az a fremen csoport, az már szerepel a könyv elején is. Ez volna a kérdésem. A konkrétan már a stilgárral tárgyal például. Igen, Mikor ott vannak a liették? Igen, a liették. Itt a Lietkánysz vette át a film elején azt a szerepet. A Liettkánc is benne van a könyvbe, amit a stilgár csinál a regény elején. Igen, De hogy ezt tehát Simán lehet, hogy azok a jelenetek, amikről te azt gondolod, hogy a film végén lesznek, vagy hát ahogy mondjam, az ostrom után, azok valójában ezekből a részekből lettek átrakva. E, igen, de most mert az lett volna egy másik kérdésem, e, ugye, hogy ha, ha így van, akkor miért ugye reklámozzák az endaját, meg a Bardem-et? De ugye most ezt így megválaszoltátok. Egyébként de... simán el tudom képzelni, mondjuk a Zendája a Csanit játsza, ugye? Igen, igen. Tehát mondjuk igen. a Csani, ő ott szerepel, elő, tehát ő az Ostrom után szerepel először, de de egyébként, mivel hogy a Zendaya most nagyon nagy név, simán el tudom képzelni, hogy lesznek jelenetei. Igen, a... Vagy, vagy álom jelenet. Hát az államban mindenképpen benne kell, hogy legyen, mert már korábban megálmodja a Paul, hogy hát, majd hát, találkoznak. És az, hogy viszont szerintem et. most, most nem fogom most emiatt újra nézni, de én szerintem itt volt olyan. Direkt, főleg az ott a trailer végére volt berakva egy direkt egy olyan beállítás, ami egy azt sugalja, hogy ez már itt már nagyon nem itt vagyunk a sztoriban, hanem mm -hmm. már nagyon messze, de tudod, pont csak igazából semmi más olyan nem volt, csak az az egy beállítás. Mm hogy, -hmm. és az meg, tehát, hogy nagyon most nem akarok egy direkt így belemenni, hogy nem lehet a trailer, de hogy ami azt sugalta, hogy na itt most már tényleg azért már messze Tehát igazából a sztorit tudom, tehát ha most, tehát tehát, tudom, milyen jelenet, el tudom képzelni a jelenetet, szóval akár el is mondhatod, csak... Nem, de hogy olyan akció jelenet, hogy ott már nem a... a... Tehát sivatagos akció jelenet magyarul. Igen, igen, a sivatagos akció jelenet, és egy kék a szeme, azt hiszem az is volt, hogy a... Jaj, az még simán Polnak... az is lehet látomás egyébként, Igen, vagy, vagy biztos csalnak. az hogy, az, hogy, az a jelenet, amit ott bevágtak a célra végére, azon kívül, hogy, tehát, egy hogy, hogy abból más kép nem volt korábban az előzetesben végig. Aha. Ezt, az csak pedig az pedig, egy pillanatot... ha akció jelenet és Igen. akció dúsra van vágva a tréler, akkor gyanús, hogy nem Igen. vágtak be belőle semmit. Igazából én az a baj, tehát nem biztos, hogy az ostrommal lesz vége, csak én nem tudom elképzelni, hogy két és fél órába Ilyen. belefér úgy, hogy De... benne van a sivatagi akció, ami ha benne van, akkor az nagyon sokkal az ostrom után van. Tehát akkor benne Ilyen. kéne, hogy legyen a filmbe az, ahogy a, a Paulból Fremen lesz, az, hogy a jessica a Fremeneknek az, az a, hogy hívják, igazmondó nője lesz, a csanis is szerelmi szál, meg még ugye a Harkonnenek is közbe kavarnak. meg. Akkor olyannak a kéne lennie a filmnek, mint ez. Igen, tehát Igen, hogy. De és, egyszerűen... és azt, azt akarom mondani, hogy most főleg így engem teljesen meggyőztetek, hogy ez itt tényleg valószínűleg az lesz, amit mondok. Szerintem csak úgy van értelme. Mm, ennek. Mert egyrészt úgy van értelme. És mert másképp démonként fogok harcolni. hogy az előzetes miatt, most, így néztem a filmet, most így zavarba voltam, hogy na most mégis ezt hol fogják majd itt elvárni. De most, hogy ezt így mondjátok, ez itt tényleg ennek így van értelme. Csak azt akarom mondani, hogy közben ugye az előzetes ha. szerintem, és az, hogy az előzetes, az direkt próbáltam velem azt elhitetni hogy ennek nem itt lesz vége, hanem ez sokkal ez ugye ez, ez most, hogy, hogy ilyen marketing szempontból, ugye, hogy a mit tudom, dűne izé néző, mert mit tudom, biztos hogy azt gondolja, úgy gondolkodnak, hogy minél többet akarnak ugye a filmbe visszalátni. Ez nyilván, ez, ez tök jogos, csak a és akkor én ezt így gondolom. Én, én, én speciál inkább a karakterekből látnék többet, mint a történetből. Hmm. És egyébként azért is nagyon jó lenne az ostromnál véget vetni, mert nem csak látvány csúcspont, hanem érzelmi csúcspont is, igen, hiszen igen. a létó ott hal meg. És ha a létó halálával zárják le, na az... Ja, bocsánat, megint spoiler, tehát a... ez ezt Lévate, egyébként spoilerezünk az egész. Spoilerezünk, igen. Csak én ezt egyébként már többször belefutottam ebbe. Nekem ez a halála, ez olyan, mint a mufasa halála. Tehát nekem ez így annyira egyértelmű, de mindig ilyenkor belegondolok. Lehet, hogy egy csomó, egy csomó embernek ne. ez amúgy majd egy fordulat lesz. De. de ö, tehát a halála, az, az talán a könyvnek is az érzelmi csúcspontja. Tehát ott ott tényleg, ott ott valami nagyon komoly dolog történik, és egy nagyon nagy mélypontról kell visszahúznia a magát, ugye, a póléknak. Tehát az egy olyan pont, ahol tökéletesen le lehet zárni, és ha azután, azután biztos, hogy mindenkit érdekelni fog a második rész. Az teljesen biztos, az, az tuti biztos. És milyen jó felütés lenne különben, hogyha ment a második a résznek. A akcióval Ö, Igen, előre. igen. Vagy, a, azzal, ahogy a, vagy akár azzal, hogyha egy kicsit át fabrikálják itt az időcuccot, mint ahogy a gyurikurában is, az, az sikerült egész jól, hogy a, hogy mondjuk a pólnak ezzel a manőverezős izéjével. Tehát például az, az így felütésnek az tökre Az lenne, oké. úgy kezdődne a film, hogy bemennek a viharba. Igen, az olyan durva lenne. Na, ezt akarom. Én, na. Tehát, én most adnám, leadtam a rendelést, ezt igen, kérem, hogyha nem így lesz, akkor nem Plusz tudom. Plusz egy. Van. Ja. Igen. És akkor igazából a filmnek a harmadik harmadáról kell még mindenképp beszélnünk, hogy mennyire így, tehát úgy, hogy nem ismerem az alapművet, egyrészt ez hiányos. Hát ja, itt, itt, itt dolgok hiányoznak. Itt, itt kezd el a legdurvább iramot venni a, a hiány felpörög. felhalmozódás, a hogy hiány. A tempó nagyon felpörög, és úgy közben nagyon sok dolgot meg kéne mutatnia, elmondania. És ugye az egész itt tényleg a közben még a élvezhetőségén nem segítenek a a komikusnak ható akciójelenetek, hogy emberek mennek, a kezükkel pisztolyt jelet mutatnak, és így piu, 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 azt piu, 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 Ez nincs benne a könyvben, és remélem, ez, hogy 2021-esből is kihagyják. Ez, ez, ez nem csak a könyvben van. nincs be, be, ez egyszerűen nem fér a fejembe se. Tehát ez nem ez, a... ez Tényleg, hogy ez az volt, hogy akkor a Paul megtanítja őket az ő harcmodorukra, és így az benne van a könyvben. Az benne van, és az ott menő. Oda céloz a kőre, és így kácsá, és így szétrobban a kő, <laughs> és ez, a, titkos harci fegyver, hogy így mennek a sivatagba, és így kcsá! Csiu. Igen, igen, ez, fú. és ez megint az, mint a szuszpenzorszék a lincsnél, hogy aha, használják a hangot, akkor lövöldözzenek a hangot, igen, igen. Az meg ez az, és van pénz szarás, <laughs> Tehát teljesen elborult a lincsnek az agya. Lehet, hogy már ez itt már, nem. kurva dühös volt valamire, tudod, hát így már... <laughs> Ennek az egésznek egyetlen pozitív hozománya van egyébként, amikor jó, nem kettő, mert az egyik az az, hogy a Kyle MacLachlan itt lesz jó. Tehát itt, 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 kezd el neki tényleg jól állni a szerep. De ja, igen, azt, igen. Azt, nem mondtuk, hogy a Paul az 15, 15. éves a regényben, és a, az új filmben is a, szerintem Hát a Timothy Salami nem 15 éves, de valószínűleg Annyinak tűnik. Igen. Fiatalabbnak hat, mint a Kyle McLean. ebben a filmben. 30 igen. évesen, vagy mennyit. Én, így. Egyébként, én egyébként kedvelem a Kyle MacLachlan ebben a szerepben, szerintem jól áll neki, de furcsa. tehát furcsa annak a tudatában, hogy a Paul az valójában sokkal fiatalabb, és néha a szövegkönyv is fiatalabbat sejtett. igen, igen. A film második felében a KM McLaren az erőre kap, és ez a hadvezér szerep, most függetlenül attól, hogy egyébként így nincs megalapozva normálisan, ez rohadt Igen, jól áll neki. Meg az, hogy szerintem a játékában azt korábban Remélem, tehát annak ellenére, hogy nem úgy néz ki a játékával, szerintem azt jól tudta hozni, hogy ez egy fiatalabb karakter korábban is. Nyilván ja, ez, ez néha egy kicsit ilyen, ilyen kicsit fura. Tép magyar szóval egy kicsit ilyen goofy volt. De, de igen, de azt szerintem igen, hogy azt valószínűleg próbált, próbálta hozni, hogy ez egy fiatalabb karakter, annak ellenére, hogy ő is akkor 84, az 20 pár éves volt. igen. Igen, tehát itt, 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 kezdett előre erőre kapni, és ez tök jó. Illetve a másik meg egy, van egy jó jelenet, amikor kimondják a nevét, és elsül a, a hangfegyver. És akkor mondják, hogy a Pol neve már, már önmagában a Pol neve olyan dühöt vált ki, vagy olyan annyira egybeforta a bosszúval és a harccal, hogy már attól elsül. És ez egy, ez egy rohadt menő jelenet. Csak az más kérdés, hogy, hogy semmi értelme az egésznek, de ez így, ez így, nekem tetszett. Igen, tehát a film egészére nézve az egésznek borzasztóan semmi értelme. Tehát így Igen. sértően semmi értelme. Ó, ö, még a létó karakterhez akartam valamit hozzátenni. fogalmam sincs, hogy miért most jutott eszembe, de most valami leszembe jutott, hogy a, hogy az ő karakterét még lehetett volna árnyalni, úgy, ahogy a könyvben megteszik, ott millió milliószor jobban megteszik, tehát ott meg se tudja közelíteni így még, még követelőzésekkel sem, hogy hát mennyivel lehetett elején, volna. Tehát az első fejezetben a létó konkrétan inkább főszereplő, mint a pól. Az biztos, igen, sokkal inkább a pól, az csak később, és egy ilyen furcsa főhős ívet bejárva lesz egyáltalán a képben nagyjából, de a Jessica-nak és a létónak is van azért egy egy története, amit a vízében egyáltalán nincsen. De például az a körülmény, hogy a Jessica az nem a felesége, csak az ágyasa, az ö, el, ez egy ö, utat nyit abba az irányba, hogy megmutassák erről az Atreides házról, hogy ez azért büszkébb, mint amennyire oka van arra, hogy büszke legyen. Meg, ö, meg a Léto is, aki egy olyan karakter, akire azért felnézünk, és akinek elvei vannak, és aki megcsinálja a terveit, és aki túl gondol azon, hogy a saját sorsa, és stb. Tehát egy, egy végtelenül pozitív, és egy nagyon inspiráló, és mindenféle értelemben pozitív karakter, attól még ő nem veszi el a Jessica-t feleségül, hogy a többi nagyház az tudja, hogy ő még nőtlen. És ez az info, ez így ez így lebegjen a levegőben folyamatosan, hogy bármikor egy szövetséges behúzhasson, miközben a, az örököse az a jessica van. És hogy e ezen megy a filózás a könyvben, hogy ö, mármint nyilván ezek ilyen leginkább belső monológok, ahogy itt egyébként a filmben is, ö, vagy kétszer elmondja, hogy ó, oh, hát feleségük kellett volna, vegyelek, és akkor utána két másodperc van még egyszer, ugyanez, na mindegy. Szóval ö, itt például amennyi szerepet kapott, egy fél szót, ez a dolog úgy kaphatott volna 20 percet, mondjuk szépen szétdarabolva, mit tudom, hány perces részekre, hogy kicsit átszője az egészet. És akkor így talán egy, egy, másik szinten is ki lehetett volna élezni a Harkonnen házzal való ellenségeskedést, hogy nem csak azon a szinten, hogy utáljuk, mert ronda, és mert ő az ellenség, stb. Oké, okay, hogy még ez sem valósult meg a legjobban, de most ebbe már nem menjünk bele, hanem még egy azon túl, hogy ez mehetett volna jobban, egy másik szinten is lehetett volna ezt még képviselni, és, és ezzel praktikusan még a, a létó karaktert is árnyalni, meg a Jessica-t is, ha már itt tartunk például. Meg a Fade-et is egyébként. Ő, igen, igen, igen. Akinek szintén ugye ebből fakadó, hogy itt a tehát a múltból fakad ez a gyűlöletem, mert ugye, ugye ő, ő is egy, uh, tehát ugye ez a, ez a Bene Gesserit, ez, ez ugye géneket manipulál, meg géneket pároztat, és akkor ugye az lett volna a terv, hogy a Fade, meg majd a, a létónak a lánya, akit a Jessica megszül, lent, lettek volna összepárosítva, és az lett volna a Kvizac Igen, de, igen, ez ő... benne is van tényleg a könyvben is, hogy a Paul a az elvileg... igen, de itt, itt, szerintem meg se említik a filmbe ezt viszont a fade ugyanúgy gyűlöli a polt. Tehát, hogy, Igen. Tehát az viszont benne van, hogy a pol és a fade egymásra, egymásra néznek a végén, és így... Ah, oh, my ars De hogy így miért bazd meg? Tehát, hát igen, tehát, hát igen. Mi, mi, miért? Most így azért, mert ő énekes, meg nem. Tehát, vagy, vagy most mi baja van a polnak? És ugye, tehát, vagy, vagy a fénynek, tehát a Fade az ezért utálja a polt. És ugye ez például a Lady Jessica, meg ugye azért szült fiút, az mondjuk talán benne van a filmben az elején, hogy, ugye a Lady jessica ugye lányt kellett volna szülni, ugye a Bene Gesserit az képes meg, meghatározni, hogy milyen nemű, ö, nemű gyereke legyen, de ugye a létó fiút akart, és a Lady Jessica ezért ezért szült fiút, mert annyira szerette a létót. És ez például egy olyan információ, ami szintén egy nagyon, nagyon fontos. Tehát, az ilyen apró információkkal lehet két karaktert így, így így egymáshoz képest elhelyezni Igen, szerintem. igen, igen, meg az is benne van ebben még, hogy oké, okay, a Paul fiút akart, attól még a Jessica csinálta volna, hogy mégse legyen, de... Létó, már bár mindegy... meg vagyok róla győződve, hogy Paul is azt akar. Hát jó, igen. De hogy különben a... Itt amiatt, hogy a... a tisztelendő anya, akit hogy a fenébe hívnak, valami Gaius Helen... Mo Helen Mohiám, Mohiam. igen, szóval valami ilyen hosszú... Izé. Ő az, igen, a nő, az, amiért leszúrja a jessica azért már, mint így szóval, tehát, hogy, hogy, hogy fiú szült, nem kellett volna, és megvádolja, hogy azt hitted, hogy megszülheted a hogy emiatt, amikor a Paul elkezd különlegesé válni, azt hiszük, hogy na, akkor kvizatszederak time van, oké, hogy nem jelent számunkra semmit ez a szószetétel, hogy ez micsoda, na nem baj. Mégis úgy gondoljuk, hogy hát jó, van ebben a filmben így hívják a fő akármilyen kiválasztottat, és akkor legyen ő az, de a könyvben Sokat megy a filózás azon, hogy a, a Paul, és az azután az a az rész után, amikor a Jessica-val a porvizé viharon át kimenekülnek a fenébe, és akkor ő ott megint ilyen transzba esik, és látja a jövőt, és mindent, és stb., látja a dzsihádot, meg mindent, mint elkerülendő ö, jövőképet, stb., filmben mind nincs, de nem baj, akkor... A, vagy lehet, hogy van, csak most már elkapott a rendület, nem, és akkor semmi nincs. Ez a filmben nem is lehetne még, mert a dzsihád az majd később lesz, tehát az a, igen, ez itt az még az a, harmadik részben lesz. Igen, igen, de itt még a jövőkép is ilyen felemás, vagy hogy, hogy Te mondjam. Hogy a szor... jövőképben nincs. Jó, ja, hát az lehet, az ennyire előre szerintem nem gondolkodtak. Hát, na mindegy, szóval, hogy amikor ezt a lövőképet látja eredetileg, akkor ő tudja magáról, hogy ő nem a Szederak. Tehát, hogy neki nem kellett volna most jönnie. Tehát, hogy aki elérkezett most mizé benne, az végül is nem a hanem valami más. És ebben van egy rejtély. Oké, hogy ez később azért majd mizé változik, meg árnyalódik, meg minden, de a, a könyvnek legalábbis az első kötet, mit tudom én, melyik részének, ez egy fontos momentuma, amikor ő itt az identitását keresi, még a, meg így belebetegszik egy kicsit abba, hogy a jövőképek között ott a mahinál, hogy Úristen, most nehogy elkövessen valamit, mert ha az lesz belőle, akkor aztán Úristen. Ö, tehát ö, és pont ez a rész, ez még, még erre is kihatsz, amit, amit most beszélgettünk az előbb, a fédel meg a stb -vel. tehát ez egy ennyire szerte, ágazó dolog. És ez majd a második könyvben egyébként már, mint hogy a a második kiadott könyvben, ami a negyedik fejezetet tartalmazza, az kb. ről szól. Hogy ő már ugye ott a, ott már ugye mindent lát és mindent tud, és hogy ezt, hogy tehát, hogy próbálja meg elkerülni azt, amiről tudja, hogy nem kerülheti el, stb. Tehát ott, ott nagyon sok ilyen rész van. Ú, ez nagyon, nagyon, érdekes ezt, egyébként. Ú, nagyon el fogom olvasni azt a, a könyvet. Az, az jó, mert... az még érdemes. A harmadik az már meredek, de a a második az még szerintem jó, és az annyira szorosan kapcsolódik az elsőhöz, hogy mondom, az igazából tényleg. A, tehát az első és a második könyv az egy sztori. És akkor a harmadik az már a második ilyen nagy sztori. A negyedik, jó, meg jó. a harmadik. Mindenképp és akkor ezután már nem érdemes vele szerintem foglalkozni. Bár van, aki még a még az ötödik, hatodikat is szereti, nem tudom. Én én nem nagyon találkozom. <laughs> Miért ez nem tudjuk? Én nem tudom, be fogom szerezni azt a jó kis régebbi kiadást belőle, mert az újakhoz valahogy. Az nem rövid, tudik a tehát, de meglepően rövid. Nekem ez az újabb, nem a legújabb kiadás van, hanem az egyik korábbi, ez a nagy vaskos. És a második rész az annyira kilóg, mert az egy ilyen kis pici. Tudod, ilyen nagyon hogy a hatalmas oldalak vannak benne, teleírva, kicsi betűvel, és hát ilyen, nem tudom, száz oldal az egész. És olyan mókásan néz ki a sok féltégla könyv között, amivel gyakorlatilag a embert lehet ölni. Hát Tudod, nagyja, ilyen, kis igen. Ilyen kis, nem tudom. Pohára látét gyakorlatilag. De mondom, tehát azt még így mindenképp érdemes elolvasni, mert ott még nincsenek nagy ugrások, meg semmi így az időben, az még így szervesen kapcsolódik ehhez. És egyébként a vége az kifejezetten erős, ahogy, ahogy nem mondom el, mi történik, de ahogy oda eljutnak, az nagyon szépen végig van gondolva. És szerintem, hogyha a Vilnöv még azt megcsinálja, na az lenne az igazi. Szám. az Tehát, egy hogyha, jó, kis, hogyha... jó kis trilógia. Igen. Az, úgy, az úgy erős lenne, hogyha csinálna három filmet, és azzal fejezné be. Mert szerintem azt nagyon sokan nem is annyira tartják számon, mint, mint a Dűnének így a fontos része. Mert ugye a legtöbben, nyilván értető okokból ezt az egy könyvet szokták, hogy akkor ez a Dűne elolvasom, kész, és nagyjából befejezik a sztorit is. Nyilván lehet még százfele vinni. De, de úgy nagyjából lezáródik a végén ez a történet, és akkor az így, így egy kerek egész, de az még azért szépen hozzátesz sok mindent. Igen, hát ez olyan, minthogy mint hogy a... Igen, azt hiszem, amikor, amikor az emberek a sok folytatásos történetekkel poénkodnak, akkor általában ez szokott lenni, hogy a, ezt a dűne, metodikát veszik fel, hogy így mondják, hogy volt a első rész a második, akkor volt a gyermekei, az örökében, az Isten császára, stb., okay. tehát ez a, és akkor, nem tudom, elfelejtjük, hogy olyan is, hogy alapítvány és föld, tehát így oké, okay. különben. De egyébként azért is lenne menő, hogyha ezt megcsinálnám még akkor a másodikat, mert végre lenne egy újabb, ilyen nagyon nagy formátumú, nagyon jó minőségű és nagyon régi dolgot feldolgozó ilyen ö, fantasy, skifi dolog, ami már nagyon régen nem volt. Hát ilyen igazi nagy, formátum. Most nem nem értelek. bocsánat. Hát egyébként... Nem menjünk bele. egy jó Rise of skywalker jobbat, hova akarhat az ember? Egyáltalán a Star Wars-okat én nem sorolom ebbe, de ez... Igen, lehet, hogy majd lehetne egy adást erről csinálni valamikor. szerintem arról már mindenki elmondott mindent arról a szarról. Nem. Kell a clickbait, az is nem. Ja, igen, az igen. Ja, tényleg, tényleg. Egyébként akkor egy kérdés hozzátok, hogy szerintetek akkor lesz-e Tűne 2? Mármint, Mármint az mint új film Na ja. Nem igen. tudom, mennyi szerintem lesz, vagy, vagy a fasz, attól függ, hogy mennyire lesz sikeres. Ilyen, igen, de ez ez, ez hogy ehhez pont az a baj, hogy tehát ezt már régebben hallottam, még a Blake Blender kapcsán, a Danny Villene egy ilyen podcastbe volt vendég. És ott mondta ő, hogy például a Blade Runner-nél is, ugye nyilván egyrészt ő miatta, mert olyan rendező, meg, olyan filmeket csinál, ami, meg a alapanyag is olyan, hogy a Warner ott alapból belekalkulálta, hogy most nyilván ezzel a filmmel nem fognak kasszát robbantani. És akkor, hogy a, mikor elkezdték a, elő a pre production és akkor utána így látták, hogy akkor nagyjából ez egy ilyen film lesz, és akkor még szóltak még egyszer a Warnernek, hogy biztos akarják ezt, mert hogy ez egy ilyen film lesz, és hogy nem akarták ugye azt, hogy menet közben találják ki, hogy mégse, és azt mondták, hogy jó, igen, menjen, menjen, csináljátok meg. És hogy azt mondta igazából a Vilni, hogy a Warner részéről ez egy tudatos döntés volt, hogy csinálnak ezt egy olyan filmet, ami lehet, hogy nem fog kasszát robbantani, de valószínűleg jó lesz, és valószínűleg azt a réteget, akinek szól, azt eléggé aki fogja szolgálni. És hogy én szerintem ezért nem feltétlenül kell izgulni ez a dűne miatt is, mert hogyha egyszer a Blade runner a Vilnővel megcsinálták, szerintem valószínűleg hasonló lett itt a dűnénével is a mentalitás. Főleg azután, hogy egy Blade Runner után, ami úgy veszük bukás volt, utána oda, na, nem, tehát hogyha ha azzal a gondolkodással gondolkodnának, mint mondjuk egy Disney a marvel lel kapcsolatban, akkor a Vilnő nem kapta volna meg, hogy a dűnét megcsinálja. semmi semmiképpen. És ez tök jó. Ez egy kicsit, ment, hogy nem kicsit, ez egész felemelő különben ez a ez az analógia, amit most mondasz. Igen, tehát, hogy itt valószínűleg itt a dűnével is tisztában van a Warner Brothers, hogy nem lesz olyan sikeres, mint a nem tudom, Harry Potter és a bölcsek köve, és hogy nem lesz itt is a nyolc filmből, nyolc, könyvből nyolc film, de... Hét könyvből nyolc film. Hét könyvből nyolc film végképp. De igen, hogy itt szerintem nem kell aggódni, főleg egy, hogy a második filmért, szerintem az ez alapján, majd én megpróbálom visszakeresni, eh, hogy hol hallottam ezt, hogy ez alapján valószínűleg itt is bele van kalkulálva, hogy nem a dűnével fogják a idei rekordot bevétel szempontjából felállítani. Ugye, hogyha a, a, ha igaz, amit itt beszéltünk, és tényleg az ostrom jelenetnél zárják le, akkor kell második rész. Mert ha ott lezárják az elsőt, és nincs második, az az a halál, tehát az, 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 akkor van egy fél filmünk, hogyha, hogyha, tényleg az van, hogy a létó halálával lesz vége. Tehát azt úgy nem lehet nem folytatni. Akkor kell. Tehát Mi az... Mondjam, azért láttunk már ilyet. Jó, láttunk már ilyet, <laughs> mondom, <hogy> én szerint <laughs> igen, nem ez azt így... mondom, nem azt mondom, nem úgy értem, hogy akkor feltétlen 100 százalék, hogy lesz, ah. hanem, hogy akkor kell, hogy legyen. Értem, 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 igen. Tehát akkor egyszerűen nem, az, 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 olyan szintű blama lenne, hogyha nem csinálnának folytatást. Mondjuk akkor már inkább ne csináljanak, mint hogy csináljanak egy olcsó vackot. De, a közösségiek de... finanszírozottat. <laughs> ja. A Warner az olyan, majd az ex <laughs> Snydernek odaadják. Igen. <laughs> Igen. Jó, hát nem tudom, én, én a... Én ez tökre, nekem is szimpatikus, hogy a Warner az bizalmat szavazott másodszorra a Vilnövnek egy olyan projekthez, ami szerintem még nagyobb szabású, mint a szárnyas fejvadász, és még kevésbé euh, még kevésbé esélyes az, hogy ebből majd kassza siker lesz, mert a szárnyas fejvadásznak legalább filmes elő, elődje volt. Jó, mondjuk a dűnének is itt van a... Most beszéltük róla, most de szerintem ez senki nem senki Ez... nem akarja ezt így reklámozni, hogy akkor volt a 84-es dűne, nézzétek meg, és akkor már... Igen, most hát nem is azt jelenti, hogy átlag ember, átlag mozinézővel, így mond menj, tehát hogyha átlag mozi néző azt mondja, fú, volt egy ilyen másik film, akkor jött ki, mint a Star Wars, na megnézzük, és akkor biztos tetszeni fog az új film is, Ez ezt a hivatkozási alapuk azért akkor igen, tehát inkább taszítani fogja őket. Igen, főleg, ha Valószínűleg mondjuk, hogy gozarakod főleg amíg oda rakod egy szárnyas fejvadász mellé, tehát Igen. azért ez nem ugyanaz a kettő, de hogy, hogy, az tök, tök szimpi nekem is, hogy ezután még bizalmat szavaztak neki, nyilván ők is látják, hogy a Vilnöv azért egy nagyon tehetséges ember. Én azért tartok tőle, hogy a Warner is a pénznyelvén beszél, nehogy most, csak, csak nehogy most döntsenek úgy, hogy na jó, van elég volt ebből, hogy fosztogatjuk a dollár százmilliókat itt a semmire, vagy a, a, arra, hogy így talán, talán, megtérül. Ne legyen igazán. Én, én, nagyon de. szeretném, hogy legyen, de én azért... Tehát az a hogy a Warner mostanában nem sok sikert csinált. Mi, 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 mi volt nekik sikeres a Godzilla? hát de, igen, de nem azért nem is volt sikeres, ugye, mert az a idén azért se volt akkora sikerük, mert minden fönn van aznap HBO-n. Nyilván, de ez az ő döntésük ez az ő döntésük, tehát nyilván ez megint olyan lesz, hogy most, ha... Hogy ők tudnak, hogy tisztában vannak vele. Tisztában, tehát hogyha nyilván, hogyha a dűne nem hoz olyan számokat, mint amit vártak volna HBO nélkül, akkor nem fogják azt mondani, hogy... Hát vajon miért nem hozhat ezt? Valószínűleg tisztában vannak vele. Meg És ez olyan olyan, hogy valószínűleg az lesz, hogy kiszolgálja azt a közönséget, aki tényleg elmegy érte és Moziba. A maradék négy megnézi és akkor az meg megnézi az HBO-n, és nekik az is jó, hogy ott van az HBO-t, és azon néz el. föl lesz ez is amúgy HBO-n? Ez is, igen. Uh, pedig a Villeneuve hogy harcolt ellene? Igen, igen, tényleg egyébként, mikor a azért is volt a nagy hajci hőkülönben. Ja, és az volt az első pillanat, amikor engem meg kicsit, kicsit megrendített a... abba vetett hitemben, hogy ez egy jó film lesz, amikor mondta, hogy hát már pedig ez egy mozira szabott film lesz, tehát azért, na ne, szóval vagy nem tudom neki milyen szempontjai vannak, hát biztos lehet, hogy ez csak olyan volt a számára, ezt talán valamik, valamelyik adásban már elsírtam, hogy ettől én egy kicsit megijedtem. Szóval nem látom én, hogy milyen szempontok mentén mondja ő azt, hogy hát ez a moziban lesz a teljes élmény, de én, én most, aki már láttam egy pár ilyen csak moziban működő filmet az elmúlt időben, és így a fasz ki van velük, meg ezzel az egész lelkülettel, így egy kicsit azért megijedtem. Az biztos, hogy a nagyformátumú skiffé és a. Hát nem tehát a, ez, ez Az a moziban a, a Az összes film moziban a legjobb. Tehát, e, hát, tehát, ja, kivéve a kaptárhatod, de. Nyilván van az a. kategória, ami Fizikailag káros az egészségre, de azon túl, tehát nyilván most ez a logika mentén meg ugye mondani a. Szóval, hogy mire, bármire, a neveletlen hercegnő kettőre is, hogy valószínűleg a moziban egy jobb élményt nyújt, mint otthon a telefonodon. Főleg néz, de... a csajoddal nézed. Főleg a csalód, csajoddal nézed, de hogy, tehát ez nyilván ez viszont minden filmre igaz, hogy a moziban tudja a legtöbb, legátfogóbb élményt nyújtani, ez, ez nem a dűne kiváltsága. Én arra leszek kíváncsi, hogy a Jodorowsky mit fog szólni hozzá. Igen. Én, én, én engem az ő véleménye érdekel. Majd vadászom a cikkeket, meg az ilyeneket, hogy hát a durran valami. Egyébként az előzetesre érdekes dolgot mondott, hogy ő megnézte még, a, még, még tavaly, és olvastam a nyilatkozatot. Én is még tavaly tárgyal. láttam az előzetes különben moziban a tenet ah. előtt, amikor ah. de kétszer is láttam a tenetet moziban a podcastek miatt, basszus, két adásunk is van, úristen a tenetről, na mindegy, és akkor mindkettő előtt lement az előzetes, én meg így baszki, na nem szoktam trélert nézni, soha nem nézek trélert semmiről, és így baszki. már néz meg, az fasz. Hát pedig és nem néztem még. Mit mondott a Jodorowski? Annyit mondott, hogy nagyon látványos, nagyon minőséginek tűnik, de ez egy mozifilm lesz. Tehát ez egy Hollywoodi blockbuster lesz. Hát, nem magát már, mert nem tudok eludni. De hogy ez egy blockbuster lesz, hogy ő egy sokkal többet gondolt ebbe, mint egy blockbuster. De igen. azt mondta, hogy ez valószínűleg egy nagyon-nagyon ikényes blockbuster lesz, de ez egy blockbuster lesz. Igen. És az, szerintem is az lesz egyébként, hogy nem lesz ez egy annyira egy ilyen inkább arthouse kifilm, mint amennyire a szárnyas fejvadász lett végül. Azt én sem hiszem egyébként, hogy az de Ez nem lesz annyira ö, ö, nem az átlag nézőre szabva, mint az Ó, a film. Pedig volt igen, a jó ezt reméltem, tehát... igen. Igen, de egyébként nem is nagyon tudott, tehát ö, ez a story tökéletesen működik, hogyha jól kibontják blockbusterként. Ez de. egy jó blockbuster, tehát ez, ez akkor tényleg egy olyan blockbuster lesz, aminek tök jó története van, nagyon jó színészek vannak benne. Ha jól Ami... megírják, akkor nagyon jó karakterek vannak benne, nagyon jó motivációkkal, átgondolt, összetett, és, ö, ö, és valamit akartam a végére. Ö, nem tudom, mindegy. A tehát, a... Hogy, tehát, ja igen, azt, hogy, hogy ha ha nem erőltetik túl ezeket a látomásos részeket, amiket a lincs is csinált, akkor szerintem nem károsodik annyit a film. Legalábbis még itt ö... az első rész, tehát az arra kíszi rész, az még nem, vagy az arra kíni. A, a második részt azt már nehezebb lesz megúszni, amikor már a fremenek között vannak. Ott már muszáj lesz valamit valamit csinálni azzal is, hogy a polból ugye fremen lesz, és ő lesz a Haderach, és jönnek a látomások, meg jön a a jövő látás, meg a jelenlátás, meg a múlt látás. de itt ezt még meg lehet úszni szerintem. Hogyha tényleg az ostromnál vége, és a fremenes rész az majd a második rész, részben lesz, akkor Igen, ez egy de... sokkal jobb blockbusterként. Igen, de még ez körülni. is, a, még a látomásos részek is csak akkor Uh, hát uh, intézendőnk ezen a módon, ahogy most tette mondtad, hogyha azt így akarják tálalni, mint ebben a filmben, mert uh, igazából azokat sokkal jobban is meg lehetett volna oldani, mint így, hogy ilyen áttűnő, ilyen kezdő powerpointosokat megszigyenítő, <laughs> hogy klasszikus Dancsót idézzek, azt hiszem uh, módon csinálják, mert azt, azt lehet úgy is, hogy hogy az ember nem jön rá egyből, vagy vagy, vagy eszükbe jut, hogy létezik olyasmi asszociatív montázs, vagy nem tudom, és akkor megoldják úgy, hogy hogy egy külön élmény legyen, és akkor így önmagában is legyen valami értelme a látomásoknak, vagy uh -huh. önmagukban, hogy a többes szám se tűnjön el útközben. Szóval ez még, még hozzá is tehet egy csomót különben. Szóval Ö, ez is... meg, lehet, meg lehet formálni ezt a sztorit úgy, hogy ez egy tényleg egy igényes blockbuster legyen. És, hát, a végre, és végre a blockbusterrel én ne lehúzzak dolgokat. Tehát, hogy valamivel annak a a, becsületét is vissza kell adni már, mint a műfajnak. Mi a mi a... van a halálos iram 9 -e, De semmi, semmi, Ugyanaz, mint a hú, mi a fasz volt az a film, el is felejtettem. Ajaj, tényleg a podcast miatt néztem a... a, Tyler Rake. Mostantól, ha én azt mondom valami, hogy az mint a Tyler Rake, akkor az azt jelenti, hogy olyan szar. Én szerettem és a Tyler Rake-et. Ne kaptam. Egy... Tök jó film. Még egy, még hát. cikket is írtam, amiben ez volt a skálának az egyik fele. Hát. Hát. És az a, az a vége. Ez a pozitív ez a... vége volt. De úristen, ha a Tyler Rake neked a skála a legvége, akkor akkor, 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 mi a, mik a valóban rossz filmek? Már bocsánat, de hogy akkor egy... Nem, egy ott, a, ott 60... a, kontextus olyan volt, hogy, az, hogy, a, hogy, a, hogy, a, filmeket éppen így lehetett jól értékelni. Tehát ott, ott az volt a kontextus, hogy volt néhány ilyen akkor éppen aktuális film, és akkor azok, azokat igyekeztem úgy lehúzni, hogy ne kelljen semmi másra hivatkozni, csak egymásra, és akkor ebben ja, a... Ott a Tyler Rake volt éppen a leg... amire éppen a legmérkesebb voltam. Hát azért pár Steven Seagal filmet még én bedobnék oda, és akkor hat úgy... följebb a Tyler Rake. A Tyler Rake az olyan volt, mint egy Steven Segal film, csak kurva jók voltak benne az akciók. Igen, egyébként. Ez Más igaz. nem is volt benne, tehát így... De az annyi volt, hogy Steven Segal film volt, csak Chris Hems csak jóképű volt a főszereplő, meg faszába voltak az akciók, és így Ennyi. Apropó, dűne. ja, tényleg, hova kerültünk? Uh, nem tudom, hol tartottunk. Fremen uh, már a pol? Vagy Kvizetsz lett már? Uh, hát ott, ott igazából szerintem, amikor utoljára még erről a filmről beszéltünk, a, nem Azt most volt. hogy hangokat adtak mi ki, van. miközben lövöldöztek. Jó, ja, ja, akkor szóval a Tyler Rake. Ja, ja igen, inkább térjünk vissza ahhoz. egyébként, ja igen, még az, hogy a ez volt, amit a lincs talált ki, meg a Harkonneneknek a szívdugója. Azt is a lincs találta ki. Csak most így zárójelben, hogy a hang ja, is ja, -a ja, a hát igen. szívdugót. De akkor amúgy valószínűleg az a... a röpködő bárót is ő találta ki. Ez kicsit agyament különben a, a csávó. Ja de különben ez a Fremenes részre rátérve, csak hogy erről is elmondja, hogy mennyire nincsen jól megcsinálva, tehát a, itt a, ahogy a, a könyvben, ahogy ez le van írva, ez egy egészen hosszú rész, amikor találkoznak a csapattal. És uh, itt ezek ilyen teljesen véletlenszerűen felbukkannak, tehát úgy bukkannak itt fel a, a Fremenek a sivatagban mint amikor a zombis filmeket kritizáljuk a zombik. Tehát, hogy... Uh, hogy ilyen kurva lassúak, ilyen nagyon csúnyák, hangosak, halljuk, hogy szörcsögnek, de mégis, amikor befordulunk a sarkon, akkor úgy vannak ott baszki, mintha éppen akkor teleportáltak volna oda. Tehát ez, ez is valami ehhez hasonló, hogy így felbukkannak, és két másodperc alatt lerendezik ö, azokat a, az ellentéteket, és ilyen egymást kulturális alapon meg nem értéseket, amik itt a, ebben a jelenetben, ö, mit tudom én, ö, csúcsodnak ki, hogy a a Jessica elkapja az izét, a Stilgard, a Paul meg elmenekül, de leüt egy csávót, és akit leüt, az a könyvben ott egy egész izét kap, hogy akit leütött és kizé, később azzal küzd meg, és amiatt becsülik meg. És a Paulnak a harc stílusár akkor, amikor ez a harc van, egy csomó mindent kifejtenek, hogy hogy ő nagyon jól harcol, de a pajzs miatt ő teljesen más, hogy küzd, mint a fremenek, és a többi, tehát kurva érdekes, és itt a filmben ez egy két másodperc kb. Itt a, itt a, vége felé. És így teljesen meg, igen, tehát a csan is száll, és így nem, nem létezik kb. Tehát... Hát ott azzal magyarázzák a csanit, hogy ugye a látomások miatt a pól azonnal beleszeret, ami a könyvben is nagyjából így van, csak ugye ott azért adnak időt annak, hogy ők úgy meg is ismerkedjenek. Igen, igen. Ott, a, itt a filmben ez gyakorlatilag egy Tinder-randi, ami jól sikerült. Míg a, az hát a igen. könyvben azért ott ott egy kicsit megvan ez is írva. Nyilván ott több idő van, de tehát ez, amit mondasz, a Fremenes jelenet, ez a könyvben egy ilyen 6-7 oldal. Itt meg két hát, perc. Hát, tehát legalább 6 igen. Tényleg nevetségesen gyors. És utána tényleg erről már beszéltünk, hogy a Pól egyik pillanatról a másikra lesz a Fremenek vezetője. És így nagyon, nagyon elvesztették itt már a vonalat a vágók, de már ők se tudták, hogy mit csinálnak. Igen, tehát lehet, hogy végül is, végül is, ilyen komplementer módon kerültek bele a részek a filmben. Tehát, tehát azok kerültek ki, amiknek bekerülniük kellett volna. Hm. Ja, de meg az is érdekes, hogy amikről mondjuk most beszélünk, jelenetek ezek után és amiket hiányolunk, azok olyanok, hogy abban a világban, ahol a, a mostani Dünev film, az idei, meg az arra következő második készül, azok már a második részben vannak. Tehát, hogy itt ez a, a pólos, fremenes rész, ez már egyértelműen a, 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 a hát az idealizált vizé, dupla Dünev film második felének, ugye az első harmadának az első akciójelenete kb. És akkor, amit nem sokkal később követ majd egy másik. A párbajra gondolsz? Igen, a, a, igen, igen. Igen, az, meg utána ugye jön a, a fűszer bányák, ostroma. Meg, meg, jön a, amikor meglátják a vizet. Ó, igen. Na, az viszont benne volt. Annak örültem, hogy ezt És az kurva jól nézett ki. Igen, igen. Két Na, az, másodperc egy, az az jó az pillanat, egész. amikor, amikor, azt lát, <laughs> amikor azt látod, hogy a filmben van valami, ami jól is néz ki, és ez fontos a történet szempontjából, és pontosan tudod, hogy abból ugyanazzal a lendülettel, ahogy eddig minden második ilyen dolgot kihagytak, ezt is kihagyhatták volna, de nem. Ez benne van, és milyen jó. Tehát ott, és ott például a Stilger elmondja, hogy mi a terve a bolygóval. És az, igen, például, igen. Az, például, az például az is egy olyan dolog, ami akár csak a létónak a terve, vagy a bárónak a terve, az egy nagyon jól leírt dolog a könyvben, és érezteti, hogy itt valami valami nagyon hosszú folyamatról van szó. Tehát ez, ha valami, akkor ez tényleg, mert a Stilgar terve az az, hogy majd az ő unokáinak, az unokáinak az unokái ezt a rengeteg vizet, ugye folyamatosan gyűjtik, ezzel ők majd átterraformálják az Arrakiszt. De, de lényegesen, hát az... tehát hogy... Tehát, hogy effektíve zöldellő mezőket csinálnak Igen, le. tehát logikailag negálják nagyon... a bolygót, tehát így... Igen, konkrétan, igen, igen. És hogy ez hogy ez, ez egy nagyon-nagyon messzi távlatokról van szó. És ez például tök jó, hogy ebb ebből látszik, hogy a Stilgar is egy nagyon jó vezető, mert, mert távlatokban gondolkodik. És ez például tök nem hogy nem jó, Nem négy években. Igen. Így van. Ja, és különben ezzel a tervvel, ami, hát a, hogyha a, úgy haladunk a könyvvel, mint ahogy a film nem, akkor számunkra itt, ahogy ez kiderül, az, 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 is egyben, hogy megmagyarázza azt a korábbi részt, amit emlegettünk, hogy nem volt rendesen, vagy egyáltalán a filmben, amikor tárgyalnak a, a liettel, amikor ott van a Stilgar is, azt hiszem, vagy talán akkor, amikor nincs, most nem, nem már, hogy, hogy van az a pár jelenet, de amikor arról van szót az asztal körül, ahol a könyvben ott mindenki mindenkivel itt csipkelődik, hogy az egyik üzletember a másikkal, meg a harmadikkal, és akkor a pól is közbeszól valamit, már nem emlékszem, valamilyen méértelműt, amiről a Jessica egyből eltönti, hogy hát ezt nem kellett volna, fene tudja, és akkor mesélnek a tervről, és a a Lito, azt hiszem így kérdőre is vonja talán a, a lietet, hogy most akkor van elég víz, vagy nincs, vagy valaki mást, aki úgy ott van. És akkor az ilyen felemás választad vagy ki tudja, mert akkor még nem tudja, hogy bízhat-e a hercegben a a annyira, hogy elmondja neki, hogy amúgy van víz, baszki, kurvasok, és nekünk azzal tervünk is van, kurva nagy, hanem izé, és akkor az a könyvnek a csak a herceg halála után következő, sokkal odébb lévő részén derül ki, hogy amúgy igen, a terv az nagyon is létezik, és már rohadtul el is kezdett haladni a maga útján, és hogy simán meg is valósulhat. Ja, illetve itt a férgekről is kiderülnek dolgok. Ja, igen, itt, igen. Itt, itt, derül ki a, a, férgeknek a az evolúció, vagy nem evolúció, hanem a felnövése gyakorlatilag. Tehát itt, tényleg fontos infók vannak. Kukaszból féreg lesz. gyakorlatilag. Törzs fejlődik. Ja. Úgyhogy, úgyhogy, ez egy tök jó rész. És hát így összefutnak ugye a Gárnival utána, vagy Görnivel, ahogy a magyar szinkron mondja. Gárninak <laughs> hívtam. Én is. Hogy, hogy hát oké, okay, Ugye ott is, itt is, ugye, tehát a, a regényben ugye utána még a Gárninak, meg a Jessica-nak van egy közös jelenete, mert ugye a Gárni még mindig abban a hitben van, hogy a Jessica árulta el őket. Igen, egy hát csomó ideig nem is tudják meg különben. És talán a Sufir soha nem tudja meg. Ez milyen nyomorúságos De már. szerintem meg tudja a végén. Meg Megtud... Nem, ne, nem, nem emlékszem, hogy hogy van a francba. Szerintem a végén Hát erre már én sem emlékszem, bozzos. de, de franc, szerintem, ma. szerintem meg tudja a végén, mert, mert úgy, úgy nem rémlik, hogy a Havátnak meg a Jessica-nak a fináléba lenne valami, valami beszélgetése, vagy akármilyen interakciója. De várj, hmm. nincs, is ott a Jessica a végén. Az, hát, az... akkor lehet, hogy nem tudja meg, az mondjuk tényleg elég az elég hogy, fog, hogy meg. Hát jó, hát kellett neki oda mennie. Ez az minek mentől. <laughs> jó. Ja. És egy meg még egy valami, amit a lincs kitalált, az a finálé, az eső, azt, azt már lincs talált, aki ugye a könyvben ilyesmi, ilyesmi nincsen. Hát és, és, hát ez, ez azért az időben egy akkora ugrás, hogy na. Hát, hát. ez egyébként ne tud meg hány ezer éves ugrás. Hát egy kurva sok ezer éves. <laughs> hát itt a regényben, mire oda jutunk, hogy... Ja, bocsánat, spoiler, tehát mire oda jutunk a regénybe, hogy itt fű, fűves a tehát oda, hogy füves, oda nagyon hamar eljutunk, de úgy, hogy réde, füves rétek vannak, meg eső a hazára, kiszon, az nagyon-nagyon sok év, mert lesz ilyen, de az nem az első könyv vége, az nagyon nem. De jó, hát nyilván el kellett egy ilyen nagyon látványos, pozitív, gicses, gicses, gicses pillanat igen, látjuk, igen, úgy hogy van. Polból lesz az, az ügyeletes Neo. A pol volt, pol nem volt. <hállt> igen. Úgyhogy tehát ez a film összegészében tehát egy élmény volt, nem feltétlen pozitív, de tényleg olyan szempontból nagyon örültem, hogy így idézélesen bevállaltam, hogy megnézem, hogy, hogy, olyan szempontból tényleg így meggyőzött arra, hogy ezt a sztorit, ezt érdemes más irányból is újra körbejárni, mert annak lennére, hogy itt láttam, hogy volt, amikor próbálkoztak, ebbe azért jóval több van, mint amit ez a film itt nyújtani tudott, szerintem. Igen. Hát ezt én, én azoknak tudom ajánlani ezt a filmet egyébként, akik így nagyon szeretik a, az elvont Science Fiction-t Kuriózumokat, és... tehát hogyha... Igen. Ez, tehát egy, a Science Fiction rajongóknak egyszer érdemes azért megnézni, mert tényleg, amit az elején is mondtam, en, ehhez még csak hasonlót se fognak találni, de legalábbis ilyen ö, grandiózusat. De az biztos, hogy talán, talán nem baj, hogy csak ez az egy van. Igen, így, ez az egyetlen. Ez így elég. Illetve létezik még egy 2000-es tévésorozat egyébként. Igen, menet közben megtaláltam, és ennek még folytatás is készült. Folytatás is készült, ami már a második. Jó, ja, én azt hiszem, ezt valamikor be is szereztem valahonnan, de aztán nem volt erőm megnézni. És te egy, akkor egy, egy jó döntést hoztál, azt kell mondjam, mert te láttad. Az... Én láttam az elsőt, a Dűne 2000-et, szerintem borzalmas. Dögunalmas, elnyújtott, vontatott, vacak színészi alakításokkal, olcsó, tipikus ilyen, ilyen, ilyen ócó tévéfilm. A folytatás nem vállaltam már be, pedig még érdekelne is, mert az ugye a második meg a harmadik könyvet dolgozza fel, amit még ugye senki nem dolgozott fel. De nem, nem, nem bírom rávenni magam. De ugyanaz a, az alkotógárda, én, én, nagyon szenvedtem az első dűnén, alig bírtam át rágni magam rajta. Emlékszem, hogy ilyen, ilyen 10-15 perces etapokban néztem a nem tudom, három darab, másfél órás részt, mert egyszerűen elviselhetetlenül lassú volt. Úgyhogy én, én nem szeretem, de sokan szeretik egyébként, mert ha valamit az előnyének lehet mondani, az az, hogy sokkal uh, jobban kibontja a sztorit, nyilván é, sokkal több ideje van rá. Kétszerűen hosszú. Kétszerűen hosszú, és ott uh, tényleg minden benne van csak, csak egy ilyen, ilyen száraz tévéfilmes előadásban. Mm. Meg, meg, nincsenek ilyen jó karakterek, nincsenek ilyen jó színészek, tehát nincs súlya igazából, mert, mert úgy vagy vele, hogy nézed, is, eh, most tök mindegy, csináljad, nézzed, csinálj, csinálj, amit akarsz, menj az arakiszra, bányázd a fűszert. Aztán jó van. jó van az, hogy jaj, Még én nézem át, az órámat. Itt érdekel? hát de nem hoztad meg a kedvemet most ezt bevallom Szerintem bőven kihagyható, de sokan ja. szeretik, tehát... Most, most inkább most ez elég, én megelégszem, hogyha a Villeneuve film jó lesz, tehát az... Megláthatjuk meg végre moziba, tehát... Azt hiszem az, 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 az tavaly az... december lett volna először? Nem, szerintem még hamarabb, szerintem ott... Hamarabb volt, volt. igen, igen. É, akkor bocsánat ami benne van a naptáramban, szerintem meg tudnám nézni, szerintem nagyon akarnám, mert benne volt, hogy ideírva, hogy is meghívva értesítés. egy, csomó haver így Google üzébe, hogy menjen az értesítés mindenkinek, semmi értelme, persze mert emlékszünk amúgy is, de hogy, hogy izé jegyet nem elfelejteni, megvenni, meg ilyesmi, hogy tehát, be voltak jegyezve, aztán így nem mentünk. Különben az az egy film volt, azt hiszem, ami ilyen nagyon, mármint, hogy a még mindig az, mert hogy nem jött ki, mm. és azért ez továbbra is az egy ilyen nagyon nagy film, amiért így hú, hát most így elmegyek a commerce moziba, és így megnézem. hát Egy ilyen rituáli lesz szerintem ez a dünnenézés. Hm. Jól van. Tehát akkor ezt megbeszéltük, majd ö, ha tényleg most már megjelenik az új film, akkor ö, folytatása következik. És akkor Black Sheepnek egyúton ismét köszönjük szépen, hogy ö, itt voltál ö, kameózni. Hát én köszönöm a meghívást, Dönéről mindig szeretek Dománi főleg, hogy a filmbarátokban a srácok, azt hiszem, nem fogom tudni rávenni, hogy megnézzék a 84-est. Pedig Majd ezt az adást. Én, gyengék, tudod. Én, 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 próbáltam ráveszélni őket, hogy legyen már dupla kiveszélő, hogy úgy mégis, de hát nem, nem. nem, egyelőre nem sok sikerrel. Nem. Er, Mi itt a filmnöző ha... podcastnél arra törekszünk, hogy betömjük a piacéréseket. Hát igen, de eredetileg, mintha mi is azt terveztük volna, hogy ilyen összehasonlító adás miután kijön, csak hát Hát az is az lesz. Hát mindenképpen, tehát ez is átcsúszott abba, csak itt még a Tyler Rékhez is tettünk egy kitekintést, hát így kb. <laughs> a minden. a színben is az lesz, hogy Düne, és akkor Endiel, és Tyler Rék, tehát... <laughs> Vagy a thumbnail -ra rakjatok rá, tisztelőzőrtet. <laughs> <laughs> <témeleten>, <laughs> <hiszen> zortot... <laughs> Kék szemekkel egy gépfegyőrrel, <laughs> meg egy rakétavetővel. <laughs> Persze. Uh... Igen, és akkor emellett azt nem tudom, szerintem azt elfelejtettem az adás elején elmondani, pedig akartam, de a közösségi médián megosztottam egy kérdőívet, majd itt az adás leírásba is ott lesz a link hozzá, vagy hozzászólásba, majd amely szimpatikusabb lesz, arról, hogy titeket, hallgatókat kérdezlek, hogy az adás típusaink közül, ugye elemző, háromfilmes, simafilmes, animés, stb., hogy melyiket hallgatsátok nem felszólító módon, hallgatjátok a legszívesebben. Mindegyiket hallgassátok. Igen, egyrészt hallgassátok az összeset, másrészt viszont megkérdezzük, hogy visszajelzést kapjuk, hogy ezek közül melyiket hallgatjátok a legtöbben, és majd akkor a következő adásban, miután mindenki, aki érintett, szavazott, kibeszéljük az eredményeket, és megmondjuk, hogy ennek milyen hatása lesz a jövőre, ha lesz rá egyáltalán hatása. De ez majd ez persze az eredmények függvényében változhat, majd ha olyat, tudod ez a. Confirmation bias, hogyha azt a eredményt kapod, ami tetszik neked, akkor azt úgy nagyon, nagyon jó, és akkor. Hmm. nyilván így leszünk. E, ja, úgyhogy. YouTube és Podcast alkalmazásokon tudtok hallgatni a filmnézőpodcast.hu-ról le tudjátok tölteni MP3 formátumban az adásokat. Jaj, te jó ég, a legutóbbi kettőt kise... Jaj, te jó Isten. Akkor hamarosan a legutóbbi kettőt is le tudjátok onnan tölteni. Most elárultam magam. <laughs> igen, és közösségi médián megtaláltok, Facebookon, Twitteren, és Discordon van egy közösségi szerverünk, filmekről, sorozatokról, bármiről tudtok velünk beszélgetni. Úgyhogy akkor hamarosan folytatása következik. Még egyszer köszönjük Lesipnek, hogy itt volt. Köszi. Itt volt Gergő. Sziasztok. Legsip. Sziasztok. És én. Sziasztok.